your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, 15 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Hello mindenkinek. A hét legboldogabb napján. Ó, gyerekek, hát azt ne is mondjátok, mennyire boldog ez nekem. A szombat boldogabb, mert akkor nem kell korán kelni. Nem jó? Bártam a filmezel, este meg nacsosozol, akkor bizonyám. Jó. Adom. Bizony. Akkor a tiéd a péntek. Becsúszik egy kis Stranger Things. Most igen, a jó? Persze, igen, még 4-5 rész még hátra van belőle, de nagyon jó kis sorozatról van szó. Ha valaki esetleg nem tudná, vagy hallott róla, de még nincsen róla információja, 80-as évek feelingje, megcsinálták ezt a kis sorozatot, mindenféle ilyen horror, thriller, klasszikus visszaköszön belőle a Poltergeist-től kezdve, az E.T.-n át a Tűzgyújtóig. Nagyon-nagyon jó, és minden, még a főcím is, a zenék is, minden 80-as évek. Egy év van belőle, ugye? Igen, egy év, de már berendelték a következőt. Akkor már jön a következő. Igen, imádják. Hát nyilván mondjuk a mikorosztályunknak egy óriási retro érzés. Úgy, hogy persze minden egy picit ismerős valahonnan, de olyan ügyesen csinálták meg a forgatókönyvírók, hogy egyáltalán nem jön át ez. Nem lesz belőle egyetlen plágium per se. Úgyhogy nagyon kis hangulatos. Na ez lesz ma este. Rajta van már a vadonatúj pendrive-on, amit Jules megvett nekem. Istenem, te szép darab. Bizony. Tegnap az értekezleten Jules szerintem ezt töltöttem el. A nagy érti volt tegnap 10 után. Neki muníciót. Hogy... És akkor Jules ott ült a kis gép előtt, mindenki figyelt. 3 kilobájt per szekundummal. Csak azt hallottad, hogy... Jules, hogy a film? Kábeles interneten próbálta betölteni, mert nem túl gyorsan lett ezen a helyen. Beszéltük róla reggel egyébként, mert én mondtam, ugye, hogy előzékeny voltam, mondom, nekem megvan egy-két dolog ebből, amit Balázs kért, mondom, holnapra behozom. Balázs mondta, és még Zsül mondta volna, hogy igen, hozz be neked. Balázs mondta, hogy ebbe a Zsül letölti, Zsül megint. Mondom, hát akkor jó van. Nem. Csinálj, persze. Igen. Hajrá. Most tele vagyok én is. Gyerekek, én nem tudom, mi van, én egyre nehezebben kelek, komolyan mondom. Szóval egyszerűen ez egy ilyen pszichés dolog lehet, vagy nem tudom. 5 óra, 10-kor szólt az óra, aztán 15-kor, 20-kor visszaaludtam. 5 óra 40-kor, mint egy riadt kismókus, így fölkeltem, és onnantól kezdve tudod, amikor szétesik a ruha, egy pánikszerű, nincs mit fegyek föl, csak a legközelebbi ruhát magadra kapod, nem érdekes, hol van a pénzed, majd megoldod valahogy napközben, mindegy, hogy mi lesz, csak üljek már az autóban. Annyira rohantam, nem akartam elkésni, én nem tudom, mi van. Szóval, mikor fekszel? Nagyon korán lefeküdtem, 10 órakor én aludtam. Na. Ez a baj? Aha. Igen. Túlaludtam magam? Én akkor mindig a rongy vagyok, ha lefekszem 9-kor. Uh-huh. Tehát akkor reggel sokkal, hogy 10-kor, akkor, és hogyha így szépen átviszed az estét, egy fél egy. Igen. Ugye? Az jó. Mert akkor tudja a szervezet, hogy nagyon gyorsan kell pihenned. Én is egykor feküdtem, de majd kicsattanom. Okay. Na, tessék, mert akkor összekapja magát. Akkor túlaludtam magam? Aha, szerintem igen. Ez lehet. Túl sokat alszol. Lehet, hogy túlaludtam magam. Régen, amit a pozorá után érted. Nem voltam öt napot pozorán. Nem, Balatonon voltam. De csak pozorára csak átnéztünk. Csak kettőre emlékszel. Kettőre emlékszem, igen, de egyet aludtunk. Nem, Balatonon voltam. Lehet, hogy az is igen kicsit egy ilyen pívus dolog, azért igénybe veszi az ember szervezetét, nem tudom. És én ma forgatok, és ez most annyira lehetetlennek tűnik, ajjaj, hogy... szeptember közepéig minden jó, hát én melletted már láttam csodákat azért, tehát... Megrázod magad, és jó lesz. Elfelejtsük el Afrikát, tehát, hogy az azért az, akárhogy is nézzük, az, hogy 6-7 forgatás, úgy, hogy gyakorlatilag az egész... Ú, de kemény volt ez. Hétfőtől péntekig 2, ugye, rádióval együtt, és akkor még szombat, vasárnap, és akkor aztán két etap között volt, mit tudom én, egy vagy két nap pihenünk. Igen, egy 4-5 napot tudtunk pihenni. Az elég sűrű. Jó, mondjuk meg is borultam. Tehát, kicsit. Picit az padlót is fogtam. Tehát, le az a forgalmi. Mi nagyon szerettük Zsüllel, nekünk jó volt. Hát, tehát rohagyjuk meg. Jó, hát most nézd kinek, ez jut kinek az. De te meg világsztár lettél a tévébe. Hát az is igaz. Én meg alig fértem be egy 5 másodperc. Napközben engem emlékszem, hogy ott a forgatások között csak az irántatok érzett gyűlölet húzottál. Ugye? Az adott elég erőt ahhoz, hogy túléljem azt a napot. Mindig elegoldottam. Nem, ha ezt a napot nem tudom megölni a felkészet. Víziló parba mentetek, kanyonba mentetek, kilátókba mentetek. Én nem is tudom, hova mentetek. Ó, nagyon jó volt. Hova? Safarira. Indiai óceához lementek a szünetbe.
Mi sansztalanok voltunk lemenni. Emlékszem, hogy volt már egy pont, amikor már nem voltam kíváncsi az új képeikre. Gyűlöltük a gyűlöltük. Tegnap voltunk a Safari Parkban, megnézted a képeket? Nem, rohagy meg. Gyűlöltük mi is, mindig mondtuk a Zsüllel, mentünk, valahol ültünk a kis kis Safari buszban, érted, és ott szomorú szegények, most de tényleg a rohadékok vagyunk. Mennénk mi is forgatni, de nekünk nem jutott ez, csak a Safari. Nem jutottunk el, szerintem Safari Parkba sem jutottunk. Nem, ott voltunk. Nem voltunk. Nem. A szélén voltunk egyszer, amikor forgattunk, és láttunk 6 elefántot. Igen. Láttuk egyszer a Krüger Nemzeti Parkot a széléről. Igen. 6 darab elefánttal. Ugyanaz belülről is hagyjad, mert mi végignéztük az egészet. És aztán az a jó volt, hogy jó, akkor veszik a konfokat, és amikor visszanéztünk, már nem voltak ott az elefántok. Tehát így tök jó volt. Sokáig lehetett őket csodálni. Az megvan, gyerekek, hogy ez 2 éve volt? Nagyon durva, az most 2 éve volt. Az 2 éve volt. Hát most lesz, október, november, miután ráérünk, tehát legyen ez most már az új neve, miután ráérünk nap, ahhoz képest 2 éve voltunk itt. Minden novemberre tartogatunk valami izgalmasan. Saját magunknak. Minden november az nálunk egy ilyen fordulópont. Nálunk mindenféle díjek nagyon fontosak szoktak lenni a mi életünkben, meg a rádió életében, és akkor legyen ez most Erdély. A Roló díj. Roló díj, november 19. Ez igen, hát erre majd beszélünk. Majd meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok. Tegnap voltam a parlamentben. Na. Ó, Istenem. Mert takarítókat keresni. Hát szinte miniszterelnöket. És hát ugye az ország cukormentes tortáját is bemutatták többek között, meg az ország kenyerét, meg az ország tortáját. Hát és abban az örömteli megtiszteltetésben van részem, hogy bejelentessem, hogy az ország cukormentes tortáját a tortavár cukrásza, Pektor Zsolt és Szász Kinga. De jó. Hozta idén össze, és azért is nagyon durva, mert Zsolta, nagyon jóba vagyunk. Tehát, hogy nagyon rendes gyerek. És ugye vakon ment a zsűrizést, tehát még mielőtt bárki is megírta volna a hát, akkor nem véletlen, hogy nyert. Nem? Igen. Szóval nem véletlenül hozott a múltkor annyi süteményt, az igen. A fiú. És nekem különös volt. Nekem hozott sósat is. Nagyon-nagyon ügyesek voltak, úgyhogy Áfonya hercegnő tortája, ez lett egy nagyon kellemes. Már nem ennyi átjött a fülembe. Úgyhogy elmosódott a tájszín lány beszélt, nagyjából ez volt a hercegnő. Igen, valami ilyesmit hallottam. Ez a hercegnő torta, ez megmaradt. Jó, értem én, oké, nagyon szép. Igen, mikor jön be? Jó, értem. Mikor jön be? Igen, 3 kis kanalat kérhetek, már nem kérhetek. Igen. Eszünk vagy nem eszünk, mi van? Hoztál, zsebedbe pakoltál le. Igen. Szót sem. A maradékot ilyenkor nem tud elhozni. Figyeljetek meg. Biztos, hogy a kis farmer kort sortjába tömködött egy picit azért. Az a jó egyébként, hogy ezt nem hiszitek el, mindig kell készülni több tortával, mert ugyanis az a torta, ami kivarog, megint ugyanez, mint tavaly volt, sajtó. Egy az egész, és így tudod így, vum, mert tudod egy kis, hogy hívják, tányér még így forog az asztalon, és eltűnik minden egy pillanat alatt. Csattál a 3 fotós, hogy a torta? Volt, tavaly is ugye ez volt, és odajött egy srác, aki tavaly én is részt vett, és ahogy meglátott engem, jött az közé, na Jani, mit gondolsz, mi történt? Mondom, mi? Már elfogytak a torta. Ugye, ahol újságíró van, ott kökövön alatt. Tehát ott ők általában zabálni jönnek minden ilyen sajtóeseményre. Fontosabb, mint amiről írniuk kell. Mintha otthon nem kapnának. Igen, nem? Igen. Hát, ha egyáltalán erről akarnak írni. Ha, igen. Nem, enni jöttek. Igen. Nálam is bejelentkezett az egyik napi bulvár, és mondták, hogy akkor 3 kérdést szeretnénk feltenni. De mondom, csak a tortáról beszélünk, ugye? Persze. Igen. Jó, az első kérdés az ország tortája, második kérdés a Klassz FM, harmadik kérdés család. Aha. Mondom, jó. Arrébb lehet sétálni. Igen, akkor köszönjük szépen. Én mindig csodálkoztam, hogy például a sert és tenyésztők országos közgyűlésének utolsajtótájékoztatóján a dörmögő dömötör például mit keres? Uh-huh. Érted? Tehát, hogy szakmai tapasztalatok. Igen, és akkor ő jön, megebédel. Ő jön, bejelentkezik, és akkor látod leadva a név, Kovács Géza, dör mögő dömötő. Hát te mit keresd itt, haver? Hát jó, de egy klasszikus. Mondjuk az is igaz. Persze, hát együtt nőttünk. Szóval akkor kóstolunk, nem kóstolunk? Kóstolunk majd szerintem. Biztos kóstolunk, nem? Biztos vagyok benne. Egyébként tényleg egy nagyon kellemes kis darabról van szó. Ez egy olyan torta volt, hogy képzeljétek el, hogy itt amikor a zsűri összegyűlik, azért mindannyian vérbe mártjuk a pennákat, még mindenki arra vár, hogy azért szanaszéjjel szedje meg, szétszínkelje. Valahol egyébként jogosan megérthetően, mert nagyon komoly elvárások vannak az ország cukormentes tortájával kapcsolatban minden évben. Szóval a pályaműveket mindannyian úgy nézzük, hogy itt darabokra kell tépni őket. És a Zsoltéknál nem volt ez. Tehát, hogy így megkóstolunk,
kóstoltuk, és azt mondtuk, hogy basszus, nincs rajta fogás. Tehát, hogy kész volt, komplet volt, és ráadásul annyira nem jellemző rájuk ez a típusú torta, mert ők ilyen hogy is mondjam, csak ez a laktató kategóriát képviselik, és ez meg egy olyan kis ilyen elit, kis letisztult, ilyen kis kellemes cucc, hogy fantasztikus. Én nagyon meglepődtem, mert ugye vakon zsűrizünk, és amikor kiirdetjük a győzteseket, akkor ők szépen befáradnak oda. És akkor tudod meg, hogy kinek a tortája volt, hogy melyik cukrászaté. Zseniális. Úgyhogy, nem tudom, de le a kalappal előttük nagyon jól összepakolták ezt a történetet. És te a rendes tortát nem is kóstolhattad meg? Tehát te csak a cukormentesbe vagy? De, a rendest is. Aha. A rendest is meg lehetett kóstolni. A rendes az mi lett? Megfogtál, bocsi. Okay. Majd kiderítjük. Majd megnézzük fel. Persze, minden. Én nem vagyok érintett alapvetően, úgyhogy a másikra annyira most nem koncentráltam. Olyan, a gyerekhangú kislány. Nagyon jó kis pisztáciás, nagyon. A híres kislány. Igen, mondtam neki reggel. Még nem tudom, hogy melyik film, de visszaköszön a hangod. A ellenkező esetben nyomják meg a piros gombot, és nyugodjon békében. Igen, igen, macskafogó, igen. Én gyerekhangú kislánynak hívom. Így van. Igen, macskafogó, mamam. De inkább ez, mint a... De neki legalább nem reszket a hangja, azért. Inkább ez, mint Miss Taigetos. A gyerekek, hát már erre a 3 hónap. Na, erre a rövid időre már nyugodjunk meg, szokjuk meg, szeressük meg a kollégákat, úgyse találkozunk velük többet. Tegnap még volt valami, amit ti is ismertek, megint átéltem egy nagyon érdekes élményt, egy kínai étteremben voltunk este, tehát tegnap úgy látszik, hogy egy kulináris élvezetekről szólt az egész nap, és így havonta egyszer szoktunk találkozni a barátokkal, és beülünk valahol. És most egy olyan étteremben voltunk, ahol eddig még nem, megint találkoztam egy pincér archetipussal, az emberrel, aki összetéveszti az udvariasságot a modoros. Uraim! Aj, de utálom ezt. Jó, urak, megérkezett az étek, és így... Megérkezett az étek. Én szeretem a modorosságot, sőt, de ez már nekem is sok. Tudod, és így szemben látod, 10-15 évvel fiatalabb nálad, tudod, és így jön ez a... Urak. Hogy ezt mi a nagy harci helyzet, urak? Igen, az. Ó, rosszul, mennyit tudom, megőrülök. Hát igen, mi a nagy harci helyzet? Ígyunk egy jóféle seritalt. És úgy nagyjából rendben voltak a dolgok, de hogy így tudod, így, és így este. Miért nem kérsz másik pincér? Hát ez hogy veszi ki magát? Hogy igen, persze. Hát, benne voltál híradóban is egy perce, azt írják. Igen, de jó. Bekommandoztad magad, ahogy a koronát persze, próbáltad. Addig igen, addig helyezkedtem, hogy bele, így alulról fölfelé kicsit bele tudom nézni. Na úgyhogy a lényeg, hogy ezt valahogy ki kéne írni, nem? Bent a konyhán, hogy valami, hogy léci, így ne. Így nem, igen. Így ne. Ahogy nem, így nem. Valakinek meg azt tetszik. Hát, igen, kinek? Nem tudom, de biztos igen, van olyan, aki örül neki. Na, gyorsan megmutatjuk a tegnapi ismétlést. Megmutatjuk előtte gyorsan egy-két segítség, jó tanács. Legalább ki tudom venni a tejet a mikróból, ami már valószínűleg kifor. Lefekvéskor egy darab 1500-as C-vitamin, és teljesen kipihenten ébred az ember. Kaminos Tomi írta nekünk, igen. Aztán a híradóban nem voltál egy perc, ezt mondtam. Köszönöm szépen. Bármelyik híradó is van szó. Na ugye? Ez a nagy kérdés. Na jó, most nem. Az, hogy gyülekeznek a gólyák. Hát, ez elszomorít. Húzzatok bele, hogy szívja fogát a többi reggeli műsor, az NMH meg inkább pont. Figyeljetek, hát gyülekeznek a gólyák? Aj, tényleg? Nem. Esznek szegények. Ettől én mindig hagyjuk. Annyira elszomorodom. Ettől van egy ilyen rossz kedv bennem. Hát azért a szeptember vége, meg még október eleje, milyen időjárások most vannak, amikor ők elindulnak. Akkor tehát még nem gyülekeznek. Ez még nem az a gyülekezés. Békát láttak. Az elsős középiskolásokra, gimnazistákra érték valószínűleg. Kezdődik mindjárt az isi. Na jó, megmutatjuk akkor gyorsan az ismétlést, hogy mi történt velünk tegnap. A Balatonról beszélgetünk, és a Balatoni retróról felidéztem egy-két olyan élményt, ami 30 év is látható volt a Balatonon, és most is. És erről beszélgetünk, hogy tulajdonképpen ezért jó. Déli part leginkább. Az északin is látni, de a déli parton megállt az idő. A nagy klasszikus balatoni strandokról beszélgettünk, hogy mi a nagy klasszikus lát az ember, amit láthatott gyerekként, és most ugyanúgy láthatja az ő gyereke is. Jó. Úgyhogy ezt megmutatjuk. Viszok egy kávét, Balázs kap két pofot, felébredünk. Na, ez kell nekem, engem most bárki megvállalom. Mit? Hát a kávé is jó. Zseniális, amikor mennek fel a pástra birkozók például. Vagy tudom, a szó, súlyemelők. És tudod így, mi a bajuk? Semmi. Összevesztek? Semmi. Hogy állunk játékkal? Hát 2-2. 2-2, döntőjáték. Úgy emlékszem, igen. Döntőjáték, ajjajaj. Na jó, hát akkor jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. 8 perc pontosan, 7 óra, hello mindenkinek.
Itt vagyunk. Aloha ír egy hallgató. Bizonyám. Bizonyám. Ahogy mondod. Aloha. Az M5-ösön, az M0-áson az M5-ös felé 60-as kilométernél sávelhúzással halad a forgalom. Csak óvatosan arra. Ez Dávid küldte nekünk. Ő az ez Dávid, aki teniszezni akart mindig. Igen. Akit távogtattál gyönyörűen, és meg is tanult. Megtanult. Saját bevallás szerint. És még hosszú időn küldözgetett egyébként nagyon kedves tőle. Mindegyiket elolvastuk, természetesen leveleket. És hát egy idő után leesett a tatusz, hogy... nem nyitott a másik oldala. Közös mérkőzésre. Én előzékenyen mindig továbbítom ezeket a felkéréseket. Teniszezni szeretnék Balázsral, kihívnám Balázst egy teniszmeccsre. Mindig átdobom neki. Mindig elküldöd egyébként, tényleg. Mindig. Csak aztán ezek valahogy nem jönnek össze. Emeltesen Balaton felé az 50-es kilométeren van egy trafi, vigyázó mindenki. Jaj, de jó, mert nem láttalak konkrétan ilyen. Figyelem, ma a déli 12 és 18 között nagy kiterjedési csapadék érkezik zivatarokkal. Ajjajjaj. Zalassomogy, Veszprém, Fejér. Ó, ki írta ezt nekünk? Nem tudom, de Y-nal jött a Fejér. És Pest megyébe. Pap Zoltán, amatőr meteorológus. Hát Zoli, köszönjük Zoli, jó ide jó. Hát úristen, emlékszem rá, beszéltünk vele. Igen, akkor ez biztos előrejelzés. Akkor ez egy előrejelzés, így van. Fú, de köszönjük. A csúcs amatőr félprofi. Én úgyis Fejér megyében lakom, már mondjuk a pontosban, de akkor köszönjük szépen. Egyébként igaza van, tényleg jön valami hírfront. Jön. Most péntek, szombat. Nem lesz rossz idő, meg nem lesz nagyon hideg, csak lehűl egy picit, és aztán vasárnaptól már egy kicsit pár fokkal hűvösebb. Már ilyen 34 fokos csúcsőmérsékletet is mondanak. Igen, vasárnap meg már 29, hát nem lesz rossz idő, csak egy kicsit szelesebb, hidegem. Itt azért nagy kiterjedésű vízzivatar van, nem egy kis lehűlés. Haló! Nyugatról így átszöpöl az országon. Na játszunk, nézzük meg, hogy ki a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel, sziasztok. Szia. Halló, hogy hívnál? Bence vagyok. Bence, honnan hívtál minket, Bence? Nagykanizsáról. Aha. Milyen a meló? Mert itthon azért elég jó ám itt nekem diákként. Majdnem, hogy 3 hónapot itt van vagyunk ám. Biztos, hogy oda megyek, az főbb. Hozlak nézni. Most nézek egy közvetlen interszitet hozzátok. Hogy nagy Karizsa, mondd a címet te. Hát milyen vagy, nézzük. Na milyen a meló? 3 hónapig itthon vagyok. 3 hónapot vagy otthon? Hát kb. Atya Isten. Na jó, azért én sem vagyok ám olyan könnyen. Mert most jön a gyakorlatom, a sulis gyakorlatom majd az, két múlva. Nem az iskola után csináltad, meg én ezt mindig arra ügyeltünk, hogy ezt gyorsan lezavarjuk, és akkor utána igen. Még. Hát én is úgy szerettem volna, csak igen, hát a munkáltató, vagyis hát a hely azt mondta, hogy tehát ide adott időpontot. Na, ezt mindenit. Pótvizsga meg volt már? Nagyon vicces. Azért ül itt. Bocs, érted, rögtön nekünk estél már az első mondatoddal. Mi azonnal kaptuk, igen. Figyelj, hogy még csak 17 éves vagy? Igen. Hangod alapján több megtűnsz, jól van. Előfordul. Na jó van. Oké, Bence, kivel játszanál? Veled. Én ma szédülök reggel. Még nem ittam meg a kávémat, ez nem tudlak erről lebeszélni? Tudod, hogy vezet műsor, fekszik a földön olyan Konkrétan, és a lábam föl van rakva. Kajra vágta a férfi kibox. Hogy Facebookra, hogy ez tényleg így van, vagy Instára? Valahova. Á, nem, Insta oldalon most nem. Azt én működtetem, és most nincs erőm fotózni. Egy kicsikét megint a fahéjfelhős dolog után már eltűnt megint az Instagram. Megállt. Fölraktuk a csúcsot, érted egy darabig, azt akkor ennyi. Hát Bence, te nagyon update vagy. Nagyon. Rendszeresen nézegeted ezeket a felületeket? Hát persze, Morning Show minden mennyiségben. Tök jó vagy. Köszönjük. Igen, Morning Show minden mennyiségben. Csak Laktalizán egyébként ritkán elmegy a frekitek. Igen? Hát lehet, hogy zene mánál már előbb akarják szabotálni, mint amikor a van adva neki. Érzi nagy Kanizsa a november. Igen. De lehet, a mi Gyulánk rendszeresen foltozgatja ezeket az antennákat, amiknek a segítsége országosan vagyunk foghatók. Biztos akkor mit tudom, megfáradt valahol a szikszalag. Igen. Lehet. Igen. Akkor őt szoktam látni ott fenn a torony tetején. Igen, ő az ha egy valaki kitakarja a tornyot, akkor az egy Gyula. Nem láthatósági mellényben mászik föl, mint Mici Mackó. Igen. És lent a torony aljában ott van egy rakás erdész, és kiabálok le, gyere le, Brumi. Igen. Vagy, hogy ne ugorj, nem éri meg. Ne csinálj hülyeséget. Na játszunk egyet, jó Bence akkor? Oké. Mehetünk? Mehetünk. Jani? 3-2-1 fire. Bence, találkoztunk mi már, ugye? Így van. Jól emlékszem?
Emlékszem. Ó. Te megszállottan így jössz ilyen RTL-es műsorokra. Így van. Hát ritkán, tehát eddig csak kétszer voltam még, de ez változhat, vagyis remélem, hogy változni fog. Melyik volt ez a kettő? A Gyertek át és a... Gyertek át szombat este, így van. Ott csak ilyen néző voltam. Jó voltam? Eléggé. Jó. Mi volt a másik? Bár ott a Dombi volt a műsorvezető, ugye? Ja, az utolsó adás. Így igen, van, igen, a fordított adás. Ott van! Ott van! Ott van! Beszél, gyerekek! Ennyi, még így is, hogy szédülsz. Na, most már megiszom a kávémat. Nem hallottam, a kapcsolat volt. Ó! Így van. De ez nem neked szól. Gyerekek, csak mondom, csak jelzem, zárójelbe, hagyd tegyem hozzá. Igen, parancsolj. Hogy csak egyet játszottam a héten. Aha, igen. Így van. Mondjuk volna több lehetőséget nem is nagyon volt, ugye? A legfontosabbat. Amikor 2-2 van. Bali egy lovon megérkezett, bevágtatott, lekaszabolta az ellenfelet. Felkapta a két kis társát, fölültette alóra, és ellovagolt velük a naplementet. Igen, kaszabol, igen, csak csapkodott össze-vissza a kis szabjájával. Csapkodott a kis szabjájával, és így is mindenkit helyre tett. Ne, ezek a milyen így? Baj, hát újjon. Bence, hát ez így van, igen. Elvéreztem. Nem baj. Legközelebb. Így van. Nem a francot. Ja, amilyen elszámolt, kinek hazudsz magadnak? Amilyen elszámolt, hogy jöztem még RTL-es műsorra, majd ott a sarokba szünetbe játszunk egyet a férfi budi mellett, jó? Igen, csak előtte dobálni fog budiban, vagy a férfi budiban. Valami összecsapunk, jó? Jó van. Köszi azért a játékot. Ne keseredjél nagyon. Semmi gond nincs. Kikaptál, de hát ez nem a világ vége. Így van. Így van. Köszi a játékot. Szép napot! Ciao, ciao! Szia! Hello! Mekkora lehetőség lett volna, de hát kihagytad mindegy. Na, annyi baj legyen, annyi szép szakma. Szia, jó szia! Jó lesz az a gyakorlat, szevasz! Igen, emlékszem rá. Picit megszállott a srác. Igen, jó szó. Mindenképpen műsorvezető akar lenni. És akkor jön tanulni? Jön tanulni, és ő azt mondta, hogy ő lesz az utód, és mindenképpen is egyszer-egyszer. Én visszavonulok, akkor ő lesz, aki pótol, de hát láttuk már ilyet, ugye Istenes Bence így a 20 éve gyerekek. Igen. Tulajdonképpen egyet több vagy kevesebb. Tényleg Kolomos Bence, RTL 4 vagy? Szerintem várj, hogy előszön egy hatos villamos, és végre fölhívja valaki, hogy... Ja, tényleg. Megtörtént a csoda. Ja, most mennek le a leértesítőre a családi pótlék. Ja? 7 óra van pontosan, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt vagyunk így. Time to wake up now. Összefem hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Összefemen. 7 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hello. Hová tűnt Tracy, kérdezi egy hallgató. Aha, ez most érti. Nekem ez ma a kedvenc kérdésem. Gyerekek, ez ma eddig a legjobb kérdés. Nem rossz, nem? Mert a hová tűnt Kassa Tibi, vagy a nem tudom, igen, hol van, mit tudom én, Anett, vagy nem. Tehát ez tök jó. De és hol van MCDC? Tracy, igen. Hát né, azért hol volt vagy egyszer a műsorban, né? Mély nyomokat hagyott benne. Hát, volt azért ő csak... Mikor? Uh-huh. Tehát, hogy egy olyan talán 5 éve? Körülbelül 4 éve. Utoljára 4-5 éve búcsúztunk el tőle. Hová tűnt Tracy? Erre jut eszembe, majd told át Ázit. Az is volt. Az is volt. Hát, elment külföldre. Nem gyűjteni ezek. Hát ma csinálunk úgyis ilyen adásokat. Elment külföldre. Visszament. Lehet, hogy visszament Amerikába. Amerikába. Aztán indult ugye egy ilyen tehetségkutató verseny is, mert hát elég kellemes orgánumban van, volt. Ez. De kiesett elég hamar. Igen, igen. Sőt, hát az első fordulóban kiesett. Lehet, hogy visszament. Hát ő ugye elég sokáig, talán a napfényes Kaliforniában múlott az időt. Ezzel az alamazzal. Mi tudjuk, hogy mivel, de ezt nem akarjuk bemondani. Hát nappal. Igen. Olyan volt, mint egy denevér. Nappal aludt éjszaka dolgozott. Igen, igen. De én nagyon kedveltem. Na mindegy, ha eltűnt, ez a lényeg, drága hallgatók. Igen, ő már nagyon régen nem. Ilyen egyébként, de ez legalább nem téveszme, mert van egy ilyen téveszme, ami nem tudom miért, valahogy nem tud eltűnni, ez a ébresztétek fel Y-t, léci, mert hogy nálatok van ébresztés, nincs, nem is volt. Mert ébresztő műsor, arra gondol a hallgató, tudod, hogy akkor azt is megteszünk. De 100 évvel ezelőtt még a rádió DJ-ben szerintem ébresztettünk, meg talán a Danubius. Nagyon sokan csinálták. Persze, persze, de a morning show soha nem volt.
Nem, Morning Show-ban már ezzel a nével nem, még a DJ-be talán. A szerelmem igen. Holnap ünnepi 31. születésnapját, Léci, holnap őt ébresztétek fel. Azt üzenem, hogy... Jó, most ezt nem mondd be, mert ezt azt gondolja a hallgató, ja, hogy igen, ez most egy ébresztés. Nem, ilyen típusú leveleket kapunk, de ezekre mindig udvarias válasz megy, hogy mi soha nem ébresztettünk, ne haragudjon, és hogyha ezt egyszer megtesszük, akkor valószínűleg utána már igen. Minden egyes hallgatónak nekünk igent kellene mondani, mert úgy illene. Vannak ilyen, szerintem ilyen tévedéses rádiórovatok, amiről rádióműsorok azt gondolják, hogy ez egy jó rovat. De közben az, hogy Gabi fölébreszti Józsit, ez az egész világon összesen két embert érdekel. Gabit és Józsit. Hát Józsit se nagyon, mert Ámos. Igen. És az anyjába küldi el a műsorvezetőt, aki rácsörög. Gabi ül a másikon, és hallgatja az urát, Józsit, aki nagyon Ámos. Ki van, ó, Gabi, köszönöm, majd akkor otthon megbeszéljük. Ez a két embernek, és ez a rádióműsorok évekig csinálták, mert azt hitték, hogy ez egy jó rovat. Morning Show, Balázs Ferén. De még ha nem is teszi le, szóval, hogy engem nem érdekel, hogy Gabi mit üzen Józsinak. Egyszerűen nem érdekel. Nem vagy empatikus velük, pedig hát érted. Micsoda szép szerelmekbe tudsz belenézni így reggel. Engem érdekel. A Józsi, ahogy alszik. De szerintem a hallgatókat sem. Szerintem egy csomó mellényúlás van ilyen rádiós kicsi műsorokban. Tehát, hogy biztos... Rengeteg. Igen. Van valami jobb felütés néha. Igen, olyan jól, hogy megszólal a mellett a szeretője. Igen. Vagy ő venné fel. Vagy ő venné fel, vagy azt meg kell kitelefonált kicsim. Már nem átcsim le, a feleségem az. Nem, hogy ilyeneket miért nem lehet csinálni? Adom, Józsi, téged keres valami nő. Téged keres valami nő, igen. Vagy fölvenni egy nős, aztán egy Józsit kérni, és mondjuk épp zuhanyzik, tudod, és közben a feleség ott van a másik oldalon. És akkor hallod Józsinek a hangját, hogy ki kell ez mondja, hogy ki az Lajos? igen. Most hallottam a hírekben, hogy allergia naplót kell vezetnem a habcizásaimról. Memé? Memé? Igen. Ki az a Tracy, kérdezi egy hallgató. Na jó, nagyon jó. Ébresz-e fel az anyja? Hol van Kassa Tibi? Tracy Chapman. Tracy Chapman, jaj, de jó, hogy Tracy Chapman dalt láthatnak. Szóval, persze, ne csapogjunk. Nem, tegnap is a ízét énekeltem egész nap. Mondom, ne csapogjunk. Over the rainbow. Ja, ezt ez a alolverát. Az alolvera? Kuala Klumpa. Igen. Kuala Lumpur beakadt. Na, de nem mondjad ezt a naplót. Nem tudom, mert csak félfülre hallottam. Hogy le kell adnod, és akkor abból tudni fogják, hogy te mennyire vagy allergiás, hogy mi? Nem tudom, mert nem figyeltem pontosan. Ne, jó, akkor. Jó, a feleségem, a Viki is mindig azt mondja, hogy nem figyelek rá eléggé, de nem tudom, hogy mit mondott, mert nem figyeltem. Ki? Nem, elmondom, hogy mi, hogy jelöljem be a naplóba, hogy mikor habciztam. Persze, habcit nem így mondták, csak most jól esik habcinak mondani. És a naplózó így megnézheti, hogy mikor habcizott. De ebből mi derül ki? Jó. Semmi. Valószínűleg, hogy mire vagy allergiás. De mi, ha most nagyon facsari az orrom, ami 4-8 után 3 perccel, akkor mire vagyok? Laci. Akkor az a szilva és a nyár, igen. 8:30 után habcizom, akkor az meg akkor mi? Parlagfű. A kérész. Igen. A két repülő kérészre. De tényleg ezt mondta a ritkányoknak el idáig a tisztát. Még nem sok időjük van, tudod. Nem, érdekes. Nekem mondjuk ebből a hírből egyetlen dolog ragadt meg, az nagyon tetszett az a javaslat, hogy mivel védekezünk az allergia ellen, hát például tengerparti nyaralással. Tök jó. És de igazam az tök jó hír volt. Az tök jó hír volt, igen, hogy egy utazási irodában felajánl valamit. Na mindegy, szóval, hogy naplóznom kéne, hogy mikor habcizom. Ezt mondom, hogy mire vagy allergiás. És akkor beírod, hogy kedves naplom, ezek a zöld foltok itt nem spenoktosszak. Elnézést, összeragadt az előző lap is. Már szeptember, nem csak összeragadt öt lap. Hol van Maja, kérdezi egy hallgató. Maja Gold. Maja Gold? Nem tudom, már ő visszavonult szerintem. Maja Gold? Érdemény elismerése mellett. Visszavonult. Természetesen szerintem nem, ő már nem nagyon forgat. A másik Maja, hát azt meg nem tudjuk, hogy hol van. Egyébként jó, tehát tök jó kérdések, igen. Engem nem sérlek. Igen. Tudsz hunul, mikor lesz, kérdezik. Nagyon jó. Így van. Orrosék játéka. Az volt? Aha. Ja igen, az tényleg, hát az bumerang játék. Így van. Hát közvetlenül majd a vogavadászat után. Jó, mert bácsi Beru nénire jelentkezni, majd kérdezik, ki az a Tracy? Nem tűnt el Tracy, tegnap este láttuk a Nótafa étteremben Kispesten. Ne, persze. Ha igen. Felszolgált, vagy énekelt. Igen, lángos tette béket jelen közvetlen előtte. És nem kért rá fokhagyni. Ausztriában még mindig megy ez a reggeli ébresztő, de itt nagyon rossz rádiódások vannak, ti vagytok a legjobbak. Drága vagy, köszönjük szépen. Tehát Ausztriában még mindig ébresztenek reggel, tényleg? Igen. Hát van ez egy nagy rádiós közhelye, sokat
csinálják. Igen, ütnek egy ilyen sinterabot, és azt kiabálják, hogy migráns veszély. Igen, kapd el a magyart, ne engedd át a határa, ne engedd át a határa. Meséljétek már el, hogy az olimpiára hogy kerülnek be a foci csapatok. Milyen selejtező alapján, vagy egyáltalán hogy működik ez a VB-t, értem, de ezt most nem. Jó. Valakitől tudjátok már megkérdezi Zoli. Aha. Jó, jó, jó. Következő, egyáltalán az előző kérdés, ez nem kapcsolódó kérdés. Minden jöhet. Ja, addig ki tudom fújni az orromat, mert mindjárt hapszok. Mi van a Prilly Duo-val? Megnézem. Tényleg egyébként ez 9-től szokott lenni. Ne előjetek el minden. Adsz egy zsepit, Laci, tudjak egyet hapcizni. Jó, megvannak. Ha hívjuk fel Tracy-t, lehet fönt van. Ja, van egy jó hírem egyébként. Na. A Prilly Duo, az a követőjének a száma. Igen, mert trió. Csak nem akartak megváltoztatni a nevet, mert hogy a problémás lett, azt hiszem, hogy van nem ilyen jogi problémák miatt. Ja. 2000-et lépte át most nem régiben, tehát meg 2012-en vannak. Szeretnék, hogy a nap végére 2013-ban lennének. A Facebook oldalukon 2000-en vannak? A 2012-en. Nem mondtuk. Hát nem értik őket sajnos, szerintem. Kaszánál most mennyien vannak? 600 ezeren? Nem tudom. Több. Több mint 600 ezer? 700 ezer fölött van. Uh-huh. Az nagyon szép. Jó, de melózik rajta keményen. Hát figyelj, 150 poszt egy héten. Ja, hát igen. Naponta? 150 egy héten. Azért az elég erős. Most Lacival néztük valamelyik nap. Napi hogy... 8 poszt. Igen, igen. Követhetetlen már. Nyomja. Jó tél. Igen. De be is jött neki. Ő ügyesen csinálja ezt a részét. És a Prilly Duo mikor posztolt utoljára? Ez a baj. Március. Akkor az utolsó posztjuk. Figyelj, lepjük már meg őket, hallgatók. Mire? Az, hogy aki most hallgat bennünket, lájkolja be. Képzeld el, hogy így fölmennek véletlenül, és 30 ezer. A 2000-ről, úgyhogy semmit nem csináltak egy éve. Még valami? Megvan. 2014. Köszönjük szépen annak a két embernek, aki belájkolta az elmúlt percekben a Prilly Duo Facebook oldalát. Valaki gyorsan rájuk, valaki gyorsan rájuk. Hallgatunk, jó fejek. Na jó, oké. Nem vette föl Tracy? Mert nem csöngött ki? Nem csöngött ki. Megmutattuk volna, ki volt az elmúlt négy évben érkezett hallgatóink számára. Ki volt Tracy? 2025. Mondjuk. Ja, már elindultunk fölfele? Igen. Igen. Hol van Bali, hol a Danubius? Na, oké. És mi lehet most Tordján Józsefe? Nem maga, na azt, amit lehet, nem akarok tudni. Lehet, hogy a zuhanyzó módoroskodik éppen. Nem, simán lehet. Figyeljetek, ti hallottátok az olimpiai himnuszunkat? Én nem hallottam még. Olimpiai, már most melyiket? A könnyű zenét, vagy a felújított himnuszt? Nem, a felújítottra gondolok. Van egy felújított himnusz, egy új változat. Aha. És mindenhol hallom a hírekben, de én ezt nem hallottam, csak kíváncsiakból lehet, hogy ti adásra meghallgattátok, nem hallgattátok nem, meg? Nem, nem, nem. Ez nem, azt nem, a Váv szimfonikus zenekara játsza föl, és ez a mob megkeresésére készítették el, és rövidítettek egy kicsit a himnuszon, illetve gyorsítottak, felfrissítették, hogy ne szomorkodjunk annyira, vagy ne legyen annyira hosszú és elnyújtott. És csináltak egy ilyen rövidet. Ez az új himnusz. Uh-huh. És még tettek bele ugye harangszót, azt hiszem. Ah, igen, xilofont és pánsip. Aha. Ugye ez már régóta. Igen, és megszól benne egy didzseridú. Didzseridú, két tangoharmonika és egy csávó, két kongán. Igen. Na mondd, Anna, mit tudsz erről? Hallottam már, sziasztok. Egyébként már a téli olimpiára ez volt. Sziasztok, szevasztok. Csak hát ugye ott sok ére nem terem a magyaroknak. Igen, igen. Kicsit tempósabb. Én egyet nem értek ezzel kapcsolatban, ezt komolyan mondom. Ugye hát most azért reméljük, hogy párszor meghallgathatjuk a... Hogy mit szól ehhez, Vona Gábor? Hát komolyan kimegyek, de nem tud erről, Vona Gábor? Hogy engedhetné? Most akkor megtudja. Na kérem szépen, következőt mondom én. Biztos, hogy nem a tárgyás. Ez biztos, hogy nem. Nem, nekem nem. Az a bajom ezzel, hogy az olimpiai eszmény, ugye mindig azokat lehet hallani mindenféle fórumon, hogy a sokszínűség, a tolerancia, az elfogadás. Miért bántja az, mondjuk a olimpián résztvevő, nem tudom, sportolókat, vagy bárkit, vagy ki dönt erről, hát gondolom, hogy ki, persze a bizottságok, hogy tempós 30 másodperccel lett tudnilig rövidebb a himnuszunk. Hogy az a 30 másodperc, az kit zavar? De most ezt amiért ez csináltuk, elfogadás. Mert igen. Ránk szólt a lob? Hát mindenkinek kellett rövidíteni, gondolom, akinek rövid, annak is? Hát annak nem gyanítom. Ja. Na, de érted, most ez kit zavar? Csak tehát, hogy mindenkinek vagy akinek hát 30 másodpercről beszélünk, nem az, hogy mondjuk 5 perccel hosszabb vagy 8, de nem azért értem. Lett gyorsabb, nem a rövidsége miatt lett gyorsabb, hanem amiatt, hogy lendületes legyen? A rövidsége miatt, mert gondolom van egy időlimit, amiben be kell férjen, de 30 másodperccel lett rövidebb a magyar himnusz, 30 másodperccel. Jó, de tempósabban van följegyzve. Figyelj, ha van egy időlimit, akkor ez azért mégiscsak elegáns
megoldás, mint hogyha lekevernék. Én de hol a tolerancia akkor? Akkor legyünk annyira toleránsak egymással, hogy 30 másodperccel hallgassuk végig a magyar himnuszt a normál tempójába. Én ezzel nem értek egyet. Tehát mindenhol az van, hogy fogadjuk el, meg ne, és akkor, mikor meg 30 másodpercről beszélünk, akkor meg kell csinálni gyorsan. Azt mondják, hogy a nemzetközi szenved elvárásnak megfelelően egy énekszólam nélküli zenekari előadás másfél percben a közösségi éneklésre is alkalmas B-dur hangnemben. Tehát okay. Mindenki tudja ezt énekelni. B-dur? B-dur. És ha valakinek a himnusza nem B-durban van megírva, akkor át kell konvertálni. Őket kizárja a vada. Át kell konvertálni. Jó, nem azt, hogy a szöveget rövidíts meg. Isten áld meg a jó kedvel bő. Igen, hát jó kedvel bő. Mindig a végét lehagyják, igen. Igen, Isten áld meg minket. Nem tényleg. Nem tényleg, akart, hogyha kül. Hogyha kül. Igen, abszolút. Hallgassuk már meg, hogy az eredeti partitúrában, ugye ez már régóta megy a vita, ott ő gyorsabb a tempó. Aztán valami oknál fogva, hosszú éveken keresztül mindenki így lassan játszott. Hát, nem jöttek jó irányba. Beleszomorodtunk. Nem volt mire vidámkodni. Igen. És akkor lehet, hogy most csak azt állították vissza. Mondom, nekem itt teljesen tök mindegy, nekem az vele mondom a bajom, hogy 30 másodpercen izmozunk. 30 másodpercen. Hát akkor ott áll egy magyar olimpikon, majd adja jó Isten minél többen. Az olimpián ezred másodpercen. Ezt a 30 másodpercet is elveszik tőlünk, de tényleg. Ezt is. Uh-huh. De tényleg, és nem csak tőlünk, szerintem. Hogyha Tanzánia járt volna így, akkor is ennyire vehemensen. Nem, az nem érint engem. Ez nem érint. Biztos Tanzániában is van egy Anna, aki ugyanúgy kiborult azon, hogy a himnuszukat elrövidítették. És bement a helyi rádióműsorba, és elmondta, hogy miért. Azt mondta, hogy de értitek, amit mondok, hogy az elfogadást, akkor fogadjuk el. Hát akkor tessék eljátszani a himnusz, van egy limit, nyilván férjünk bele, azt jó napot. Mit kell itt rövidítgetni? Nézzük meg, és tessék. Utána döntsünk, hogy jó lett, vagy nem lett jó. De nem az, hogy jó lett, vagy nem lett jó. Rövidebb 30 másodperccel akkor is. Figyelj, még egy picit beszélünk róla. Volna Gábor biztos lerakja az aktuális vizslakövéket és betelefonál. Hát persze, biztos. Na várj. Na hallgass. Ez Max, gyerekek, bocsánat, jó, ez a Max. Jó. Igen? Ez a B-dur. Most nem viccelődjetek, mert címlap lesz. Ja, Isten őriz. Meg ki is nyomom magam. Ma a himnuszra röhögtek, amúgy is, ha ezt fogják lőni. Ez jó gyors lett. Hoppá. Kis díszítő elem. A primás egyénység, de szóltak neki, hogy... Nem rossz ez. Szerintem tök jó a tempó. Ez. Ez most gyors. Nekem kellett volna, hogy jusson egy gyors. Igen, itt kellett volna egy. Nekem kellett volna egy kis díszítés. Ez itt teljesen rendben van. Rendben van. Mi a bajod? Anna, még egyszer. Megrövidült 30 másodpercet az a bajod. Még egyszer. Adják vissza azt a 30 másodpercet. Igen, én szeretném látni a magyar sportolókat még 30 másodperccel tovább, hogy megy föl a nemzeti. De nem lehet a többieket se láthatod. De ez a bajom. Ott volt egy harang. Hol? Volt benne egy harang. Igen. Halucináltam? Nem, jól érez. Igen. Halucináltam. Tényleg ott volt egy kis harangot. Harangozott Teri. Ki harangozott Teri? Nem a himnuszon nevetünk, csak mondom. Nem. Gyerekek, ne törődjetek veled. Ilyen gyáván nem lehet rádiózni. Megint, nem a himnuszon rögtön. Én elvárom most ebben a pillanatban, én most komolyan mondom, elvárom Gyárfás Tamástól, hogy intézz el, hogy a selejtezők során a magyar úszószámoknál, illetve az úszószámoknál a magyarok is érdekeltek, írják jóval 30 másodperc. Nem? De. Ott kapjuk vissza. Köszönöm. Na, nekem nincs bajom vele. Nekem jó, sem, mondom, nem a minőséggel van bajom, hanem az elvel van bajom. Hogy miért nem hallgatjuk meg normál tempóban, 30 másodperccel hosszabb lenne. Ennyi bajom vele, semmi, értitek, de mindegy, hagyjuk, hát de nem akartok megérteni. Hát nem lehet hosszabb, érted, ennyi idő van. Hát ez a bajom, van. Hát de legyünk annyira toleránsak egymás, hogy hallgassuk meg a ország himnuszokat eredeti. Na és akinek egy 8 perces himnusza van, akkor azt van játszák. Van egy időlimit, ezt mondom, de itt van. Kezdjük újra. Ez az időlimit, másfél nagyon perc, jó napot kívánok. Igen. Kivontam a varázslót? Kivontam. A számot okoztam. Tehát kivontam a 2016-ból az 1456-ot, és 560 jött ki. Ez tök jó.
Kapa. Ez nagyon jó. És ez mi? Ez a harang lesz. Nem értem. Mi van? A 2016-ból kivonod az 1456-ot. Mi volt 1456-ban? Jó, nem vagytok jó képszámokban. 1456 az Nándor fejében. A Fehérvári diadal azért van benne. Az 560. Igen, és miért? De ezt értem, csak nem értem. Tehát, hogy miért? 560. Hát ez egy kerek szám. Igen. Hát ezért van benne a harang biztos. A harang biztos? Harang? Ja. Ki ez a harang biztos? Ezért van benne a harang biztos. Én meg közben nagyon-nagyon küzdöttem, hogy visszatartsuk egy csúnyi kis lapos. 560. Nem, hát 560. Én próbálom ezt megérteni. Ez egy kerek szám. Igen, és ezért hol van benne a harang? Hol lenne kerek? Hát nem 559, meg 561, tehát 560. Egy igen, beteg. És 560, igen? Tehát ez egy kerek szám, és ezért valószínűleg belerakták ezt a kis harangszót. Nem, a 600 a kerek, vagy az 500, az 560, ha évfordulóra gondolsz. Hát az kerek. Hát lehet 559, vagy 563. Aha, a Nándor belerakták ezt a Nándor Fehérvári diadal emlékének 560. évfordulójának emlékére. Mert ha 2016-ból kivonod az 1456-ot, az 560. Nézem. Itt a harangszó lényege. Értitek? Igen. Aha, most már köszi. Igen. Ugye? Ja. No, szerintem. Szerintem megtettük. Meg vagyunk. Ez meghalt. Az meg vagyunk, tehát a válasz 560. Tehát mennyi az annyi? Így 560. Van. Ezt ne felejtsétek okay. el. Jó. Meghallgatjuk a híreket. Azt mondja, azért valaki azt mondja, muszáj volt vezetek, hogy álljak így fel. Hát nem egy egyszerű történet ez. Nem, meghallgatok. Szerintem egyébként rendben van. Nagy szerintem jó. Rendben van. Halljuk minél többször ez a lényeg, hogy most a hosszút vagy a rövidet, nem? Persze. Szóljon minél többször. Megoldottuk ezt a dolgot. Nem kell telefonálgatni, nem kell én beszélgetésekbe belebonyolódni, hogy elnézést a hónalra, de van egy lehetőség, hogy visszakapjuk a 30-et. Per, hónagában. Ne menjünk el érezni. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 lesz, pontosan 3 perc múlva a Hello mindenkinek. Jó reggel, itt vagyunk, és már is folytatjuk. Ez a nemzetközi kompenzáció része, mert hogy rövid lett a himnusz ideje, hallgató. Ha már Katinka hosszú, a himnusz csak rövid lett. 560-at 2-vel szorzom, 1120. A nulla nem számít, tehát 112 a segélyhívó száma. Nándorfehérvárnál is segítség kellett volna, de nekünk harangoztak. Ezért a harang írja egy hallgató. Nagyon jó. Bali, tök logikus, hogy végre én értelek. Ráadásul az 560, az 56, 10-szer, az meg pont 50 éve volt. Hát nem nagyszerű, írja egy hallgató. Hát itt ezt a gondolatmenetet kell elkapni, hát erről van szó. Ezt a figyeljetek, nektek ebből könyvet kéne írni. Erről van szó. 560 a sátán száma, Balázs szabad köműves. Aha. Mondjuk én pont betonozok, te meg szabad vagy. Tehát ugye? És ő a kőműves. Figyelj, nem te nyomtad a TV2-n ezt a szabad kőműves cuccot. Csináltunk egy anyagot, csak mondtam, hogy ezt inkább a TV2-n adjuk le. Úgy örülök, hogy lejátszottátok a himnuszt, épp a WC-n ültem. Hát, igen. A WC-n ültem. Köszi, fiúk. Hát, igen. Basszus, a WC-n ülve hallgattam a rádiót. Muszáj volt elindítani a himnuszt. Köszi szépen, írja egy másik hallgató. Furán néztek rám az utasok, mert buszvezető vagyok. De a himnusz az himnusz, írja egy hallgató. Föl kell állni. De fel kell állni, ráadásul a mai adásban váratlanul el fogjuk indítani mindig a himnuszt, és akkor viszont mindenkinek föl kell állni, bármit csináltok. Jó? Tehát teljesen váratlan himnusz indítások lesznek, és akkor egy kicsit megtornáztatjuk az olimpia előtt. A magyar többen a szemünkre vetették, hogy nem tud, egyszerűen föl kellett állniuk, vezetés közben nagyon nehéz volt, meg buszvezetés közben is. Hát így illik, így tisztesség. Ez egyébként abszolút így van. Bocsikésen, csak le kellett ragasztani a melbimbóimat, mert nagyon állnak. Igen? Mit? Hegyke kis hegyes melbimbóid vannak? Igen, és ennek olyan anyaga van ennek a pólónak, hogy nagyon látszik. És mutasd már, hogy milyen leragasztva. Te ezt tényleg leragasztottad? Persze, mind a kettőt leragasztottad. Így van, mert nehogy Anna félreértsen, mert most Annám van egy új cucc, ilyen színben harmonizáló sál, meg hogy hívják meg rajta? És még azt gondolja, hogy rajta. Hát és nehogy félreértsen, azért mégiscsak egy nem érti félre, most a himnusz hosszúságán van, még mindig kiakadós, az üzenőfalra írogat. Én teljesen lehetetlen hosszú üzeneteket, annyira hosszú volt, hogy el sem olvastam. Mutasd a pólódat. Instára? Nem az Instára, az üzenőfalra. Ja, a fotót az Instára. Jézusom! Azt hittem azt mondta, hogy Instán írogattál, mondom, nem, az üzenőfalra. Mutasd a pólódat. Már mondjam, most közelről fotózom le, mert nem. És nálad mindig van melbimbó ragasztó? De miért ragasztod le a melbimbó? Mi van, ha áll? Dörzsöli a póló. Úristen, de undorítom. Ne menj már olyan közel. Jézus Isten. És miért kezdted el a mutatójaddal csavargatni kicsit?
De mi dörzsöli tényleg, és akkor kidörzsöli piros? Hát jól esik. Miért? Igen. Hogy mi? Hogy ne, amikor lesz. Nem az, hogy kidörzsöli a pólónk. De ki az, aki dörzsöli a pólót? Hogy amikor leveszed, akkor a szőr nem fáj? Nem, nem. Hát tudod, nagyon jól, egy csomó maratonista is leragasztja a merbimbóját, mert hogy ugye az izzadt póló, hogy dörzsöli a végére adott esetben, meg el is indulhat, hogy kiserkenhet a vére. Az, és ez még nem szép látni, amikor berohansz érted életed legnagyobb napján egy ilyen fehér pólóba, és két hatalmas nagy vérfolt van rajta. És ez direkt csecsragasztó, vagy ezt másra is lehet használni? Ez speciális csecsragasztó. Csecsragasztó, jó? Így van. Azért láttam, hogy valami jó így anyag. Van. Ez a csecs 2000-es. Ez egy már egy továbbfejlesztett változat. Régebben a csecs 1005-öt használtam, de most átértem erre, sokkal jobb. Ez nagyobb csecsre van, vagy mint az 1005? Ez, hogy hívják, picit flexibilisebb maga az anyag, és szét lehet húzni, tehát nagyobb bimbóra, illetve bimbó udvarra is jó. Menő. Most, most jó, most sokkal jobban érzem magam. Nekem a kicsi tekergeti mindig a melbimómat, és gondolkoztam rajta, én is leragasztom. Mindig fogom a jobb kezem, minden jobb kezembe tartom a gyereket, és azt sem meglátja a melbimót. Ja, gyereket, akkor azt hiszem, hogy kicsi alatt valakit, hogy az a becsinem az egyik RTL-es kollégámnak, a kicsiben mindig felvétel a tekergeti a melbimót, de most olyat leverek neki szerintem, hogy szerződés hosszabbítás alatt mindig jön a kicsi, hogy tekergeti a melbimót, és akkor utána bármit találjuk annyira fel. Nem, a Noel. Mindig megtekeri a melbimómat, és volt már egy kisebesedett, mert egyszer akkorát tekert rajta, hogy konkrétan azt éreztem, és egy ideig azt is gondoltam, hogy ketté irányba szakadt a melbimó, és elkezdett két különböző irányba nőni. Mert olyan volt, mint a ketté vált volna. De aztán kiderült, hogy nem, csak a pici melbimó mellé nőtt egy másik dudor. És akkor visszacsavarod neki? Nem, hát tépem a haját. Jó, ebből hamar legyél rendes apuka. Most csináltam negyedszerre, de most már megérted. Elfogta, vette a lapot. Nix melbimbó csavarás, nix. Tudod mi a megoldás? Bimbóvédő. Ezért gondolkoztam, hogy én is felteszek bimbóvédőt. Át lehetne verni szerintem. De egyelőre csak a wiki melltartójáig jutottam, úgyhogy most otthon abban vagyok. Figyelj, hogyha de nagyon kényelmes, szerintem egy körbe, tehát hogy felragasztod, a tiédet leragasztod, és egy picit mellette egy olyan fél centivel felragasztod a bimbóvédőt, kimaszkolod, Gyulának van egy csomó ilyen maszkoló papírja amúgy, és utána pedig a wikinek valamilyen ilyen alapozójával egy kicsit lekenegetett, szerinted át tudod verni vele a gyereket? Hogy az igazi bimbód? Olyan, hogy teszek rá oda valamit? Aha. De mondom, mellé ragasztod a bimbóvédét, és aztán szépen, hogyha lealapozod, tesz színűre. Kis műszert jó, kell rá ragasztani még. És utána eljátszod, hogy egy kicsit. Tehát, hogy valami, szerinted át lehet venni a gyereket? Simán szerintem. Próbáld meg. Jó, főre. És lehet, hogy ő is ragaszt majd föl műhajat, amit te majd... Tényleg. És egy műcsecsvédővel, és egy műbimbóval, és egy műhajjal viaskodunk, igen. Feljük Tracy csak, hogy megmutassuk azoknak, akik nem tudják, hogy ki volt Tracy. Persze. Hát ha Amerikában. Hány óra van most Amerikában? Hajnal van. Jó, azt nem lehet Amerikában, itt van 8. Utolértek minket? Igen. Hosszú, hogy érhettek hosszú alapos üldözés után beértek. Ugyanannyi az óra Amerikában, mint Magyarországon. Egyébként az implantátumos hölgyek is használnak ilyen bimboragasztot. Igen, mert náluk valamiért rettenetesen áll mindig. Kicsöng? A telefon. Ja. Értem, megértem, mondom, azt hittem csöng valaki. Mi hívjuk? Haló, mi egy lányt keresünk, de szerintem te pasi vagy, nem biztos, hogy jól tárcsáztunk. Haló? Miért? Mi lennék? Te vagy! Tracy! Hello! Megijedtem a hangodtól! Tracy-kém, hello, Valázs! Hol vagytok az utcán, hogy ekkor a zajjal vagytok? Nem, itt vagyunk a stúdióban, mi még mindig megyünk, képzeld, hát ez a műsor még mindig van. Hello, Tracy! Jézusom, mert 1000 éve nem hallottam rólad. 1000 éve nem beszéltünk, így van. Zuglóban? Hello, Tracy, te Magyarországon, otthon, Amerikában, Miami-ban. Amcsi csörgés volt. Képzeld el, hogy itt vagyok Magyarországon. Ezt nem mondod komolyan, de olyan külföldi volt a csöngésed. Igen, megy áll. Külföldi úgy csörögtél, csak arra gondolok, hogy olyan volt, mint a külföldön lennél, úgy csörgött a telefonod. Jaj, nagyon vicces vagy, Balázs, réparépát reggel üttél. Nem, Tracy, figyelj ide! Tracy, figyelj! Tracy, most... Répa, répa, Balázska! Igen, de várj, amerikai számot! Tudom, drága hallgatók, ő volt Tracy! Nem, most látom, hogy amerikai a számot, tehát ez kifutott Amerikába, ott nem talált, körbenézett, visszafutott Magyarországra, és itt megtalált. Na, hogy vagy? Csak el akartunk mutatni a hallgatóknak, hogy hogy vagy, mert van egy csomó, már nem emlékeznek rád, illetve nem ismernek téged az újonnan érkező hallgatók. Engem nem lett elfelé, Balázskám, mi az, hogy nem emlékeznek rá? Én felejthetetlen vagyok. Az igaz. Mit csinálsz most itt? Én akárhol megyek, és még mindig a hangom az ott van, mondják. Tracy! Megismerik a hangodat, tényleg? A Klassz FM-ből mondom, nem, az nem én vagyok. Na, szép, letagadsz minket. Figyelj, és most mit csinálsz itt, a látogatóban? Kérlek, szépen hazajöttem látogatóba, és már holnap repülök Madridba. Mit csinálsz Madridba?
Hát elmegyek egy 4 napot nyaralni. Szegény. Látom, vannak dolgok, amik nem változnak. Szóval, hogy bármikor beszéltünk, de mindig éppen valami karibi körútra indultál. Nem utaztam idén olyan sokat amúgy, nem utaztam olyan sokat. Nem mentél sokat? Nagyon visszafogtam magam, igen, nagyon szolidan élek. De most már itt vagyok Európa. Tök jó volt a szüleimmel, elmentem Erdélybe, és most, hogy visszafele megyek a Madridba, ott leszek 4 napot, és utána meg American Airlines, haza. Mész vissza Miami-ba. Na jól van, de akkor jól vagy, meg vagy. Megyek egészség. Szavazni. Mész szavazni? Jaj, na, tényleg, és kire szavazol? Ne. Tehát ki a kedvenc? Hát láttam, hogy a Clint... Megmondom őszintén, hogy nekem Obama volt a kedvenc. Se Hillary-t nem szeretem, se Trumpot. De már olyan botrányok lesznek ott, hogy én még igazán félek ettől az évtől, hogy mi lesz 2016 választásnál, mert szörnyű, ami már ami történt. Én pont a Clint Eastwoodról olvastam, aki nyíltan fölvállalt, hogy két elnök jelölt közül választania kell, akkor ő a Trumpra szavaz, neki a Donald Trump a kedvencem. Ez Clint Eastwood, aki azért úgy, hát biztos, hogy nyilván a sapsinak tüntetik. Minden ott született amerikai, a zöme, a 80%-a Trumpra fog szavazni. Pont azért, hogy az illegális embereket kidobják az országból. De ők nem tudják igazán felfogni. Most én elkezdtem amúgy ezután nyomozni, hogy mi a helyzet, miért szavazol Trumpra, és amint kiderült, hogy azért, hogy az illegális embereket kidobják. De ez nem, és mondom neki, szerinted egy ember miért illegális? Hát nem tudom, mert lusta volt, megcsináltatta a papírt. Szóval ezek igazán fel sem fogják, hogy Amerika nem dobálja a vízumokat, hogy gyere ide dolgozni meg. Szóval annyira aberált, már elnézést, no offense to anyone, de hogy annyira aberált emberek némelyik, hogy azt se tudja tulajdonképpen, hogy ezek az emberek nem is kaphatnak vízumot, mert vagy feketén megházasod, érted, vagy pedig nyitsz egy kampanit, és akkor így talán nagy nehezen, szóval Amerika az nem kakírja a zöld kártyákat kifele magyarul, az érted? Szóval, igen, és ezt nem is értik meg. Azzal te is megszenvedtél, mire meglent. Én nem szenvedtem egy szót, miről beszélsz. A kapkirásra. Én éltem boldog áltasságban. Balázs. Csak meglett az a rohadt zöld kártya? El is váltál másnap? Hatóta ez a legjobb. Figyelj, kire szavazol, Tréci, most akkor inkább Hillary-ra, vagy Donald Trump-ra, vagy eldöntötted már? Hillary-ra akkor. Na jó, van én akkor. Én azért szuportálom a külföldieket, hogy bemenjenek, tudod, engem nem zavarnak. Aha. Én is tehát... voltam, tudod. Persze. Én is így tettem a pályafutást. Mint Hillary. Igen, hát és így kerültél oda ki, persze, tehát akkor inkább Hillary-ra. És akkor most nagy az őrület ki, nem? Ami neki erről beszél, de gondolom. Ez zöld kártyát, elveszlek feleségül. Egyébként nem lenne rossz. Elgondolkoztam rajta. A kajó mosol, főzöl, takarítasz. Ja, hogy aha, tehát éleszek a nő áztartásban. Figyelj. Hány évet kell lenyomni, Tracy? Tényleg, hány évet kell? Kettőt kell kibírnod egy idéglenes zöld kártyáért, utána megkapod automatikusan a 10 éves zöld kártyát, és már azt csinálsz, amit akarsz. Elválunk, aztán újból szeretheted a fiúkat, csak viccelzel. Na, hát ő volt Tracy, drága hallgatom. Ő az. Régen rovata volt nálunk, csak aztán programigazgatói nyomásra megszüntettük. Igen. Tracykém, imádunk, szeretünk. Vigyázz magadra. Elgondolkozom, ez egy kecsegtető ajánlat. Jó? Ha egyszer zöld kártyára lesz szükségem. 2 év, az hamar elmegy veled. Jó, egy élmény lesz. Megtanítanak a mutatásra, bébiként. Gyere a mamához. Nem lesz könnyű, az a 10 év popsi diéta, de... Részikém, élmény volt, mint mindig. Nagyon kedvelünk továbbra, és vigyázz magadra. Jó utat neked, először Madridba, bármit is csinálsz ott. Puszi. Édes vagy, puszilag benneteket. Szia, Tracy. Szia, Tracy. Szeretetted újra, fiú.
Imádom. Őt ezen kezdenem. Hozzuk vissza rovatba. Nem? Ez jó. Havi egy. Most már lehet. Tracy tudományosan az amerikai elnök választása. Igen. Az elnök választás átkere. Ja, Istenem. Na, hát drága hallgatók. Pombera Tracy. Pombera Tracy, igen. Csak kérdeztétek, hogy ki volt ő. Hát ő. Szóval, hogy mindent tudunk Tracyről, és mindent tudhatok Tracyről. Hosszú-hosszú évekkel ezelőtt őt talán hetente, két hetente fölhív. Igen. Igen. És minden jellemezte csak a visszafogottság, nem. Na jó, van, játszunk egyet. De kérdés, mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Lészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívvelem. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. De várjátok, akkor viszont simán lehetett a kispesti nótafában. Bizony. Nem kérdeztük meg tőle, hogy volt-e a kispesti nótafában. Hívjuk lehetett. Kérdezzánk tőle, az csak volt-e ott a kispesti nótafában. Hát ha itthon van, teljesen szürelmesen tűnt a simán. Igen. És hogy mit ívott? De akkor tényleg ott van. Hát elhallgatom a rumot. Vársonyos a hölgy hangja. Egészen tűzbe jöttem, mire hallgatom. Halló, jó reggel. Jó reggel. Jó reggel, szia. Sziasztok, Ebőb vagyok. Ebőb? Igen. Ebőb. Böbe. 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 Így van. Volt egy majom Veszprémben. De jó, de komolyan mondom. Igaz. Böbe. Így hívták. Ott is van a szobra egyébként. Számolt, meg olvasott. Na jó, az nem, de egy nagyon-nagyon... itt hallottál róla? Egy nagyon intelligens majom volt. Sajnos nem hallottam róla. A Veszprémi állatkert csoda majma. Igen. Nem róla neveztek szépen el engem. Számolt. Azt tudom, nem most nem magadra, ne legyél paranoiás, drága, hát nem ezért mondom. Hát csak hogy kulturálódjon a magyar. Menjen a Veszprém és nézze meg Böbe majom szobrát. És számolt, olvasott, mindent csinál. Mindig állt mögötte egy hondozó, és akkor kétszer-kettő, ő. Hülye majom. Igen. Tudod, mint a számoló ló, hogy addig számol, amíg nem jelez neki az idomát. Böbe, és te honnan hívtál minket? Én Erdőkertestől. Hát ezért Erdőkertes, nem Veszprém. Igen. Hát nem. Írjad, Jani! Elő a nagy könyvet, Erdőkertes, nem Veszprém, gyerekek. Hát azért ezért nem tudja. Amikor mi vagyunk kertem. Tehát, hogy azért ott csak a sületlenség. Ezt azért nem tudja. Azért. Mivel foglalkozol, Böbe? Érik a Kossuth díj. Én egy varrodában dolgozom, most éppen szabadságon vagyok. Szabadságon, de olyan kis fáradtnak tűnsz. Hát Szabián az ember pont vidám és jókedvű, hogy kipihen. Hát mert még első hét még takarítás, meg ilyesmi. Jó nagy kosz van nálad. Péntek van, és még mindig takarítasz. Ha vagy gyere, mikor volt előtt olyan Szabi? Plafoli érvetek. És mennyi a Szabi Böbe? Utána még egy hét? Vagy hétfőtől van? Három hét. Ó, hát akkor egy nagy... Az nem rossz. Egy nagy takarítás, és akkor utána pihenés. Koszolás. És lesz valami kis elutazás? Földre mentek valahova? Igyekszünk Erdélybe elmenni. De jó, nagyon jól teszitek. Az gyönyörű. Családdal? Igen. Jó van. Hova? Erdélybe. Most mondtad, te hülye vagy. Na, figyelj, van egy híres emberünk, hát kérdés, hogy mennyire híres, de tulajdonképpen egy híres, hát is híres. Nem tudom eldönteni, mennyire híres. Hát remélem, hogy hallottam róla. Biztos, persze. Megmutatjuk, jó? Köszönöm. Indítjuk az órát fél percet, figyelj. Gáriv Náskov. Még egyszer, figyelj. Gáriv Náskov. Ó, nagyon könnyű. Már nem úgy néz ki, mint régen. Gáriv Náskov. Mutassa még egyszer? Nem. Voksán Virág. Ó, úgy is van. A híres... Hát a ő, a híres. A híres, igen. Dicsé. Kérem? Dicsé. 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 Most már Dicsé. Ő az, Voksán Virág. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Hát nem rossz, nem ahogy rossz. Ahogy te örülsz Böbe, hát úgy nem örül senki. Köszi, küldjük hát az ajándékcsomagot. Annyira izgultam, hogy egyszerűen remeg már kezem, mert már 10 percet itt állok a telefon előtt, úgyhogy örülök neki, hogy megvan. De ügyes voltál. Ügyes voltál, tök ügyi vagy. Hát gratulálunk. Voksán Virág. És nagyon jó pihenést. Igen. Minden jót nektek, fiúk. Remélem, hogy továbbra is tudok titeket hallgatni. Persze, hogy ne. Novemberig. Hát, igen. Nem, utána. Meglátjuk, mi lesz. Így csak humorizálunk a saját nyomorúságunkat. Vegyél egy pendrive-ot, akkor arról lehet. Így van. Tölts a régi hanganyagokat. Puszi, szia, szia, ciao, ciao. Hello, hello, hello. Na jó, ezek van. A podcastok megmaradnak az éterbe, te Zsűr. Podcastok meg? Jó. Meg? Igen. De jó. Na jó, van akkor. Akkor marad. Na, jó volt újra. Arra is utalnak?
Arra nem. Akkor hagyja meg mindenki. Jól tűr, Island részét nagyforma Szilvi küldte nekünk. Oké, okay, hát akkor elmegyünk egy picit hírezni. Jó. Jó? Egy perc van pontosan 8 óra, aztán jövünk. 560. De most... Na, most mondta, hogy tévedtem, basszus. De megírták, 560 ez a sárnász. Ennyi gyerekek, én is szabad kövés vagyok, nem sokára anyagot forgat, rólam a tévek. Egy perc a pontosan, 8 óra. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Jöhetett a legjobban. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Péntek van, hát ez mindenképpen jó hír, a hidegfront se tűnik annyira riasztónak, mint amennyire először mondták. Gyorsan átmegy rajtunk, és aztán már is jön vissza a jó idő, és jön vissza a meleg. Uh-huh. Úgy látszik, ez a hidegfrontok nyara, 2-3 nap jó idő, és utána hidegfront. Igen, ugye? De a hidegfront is tök rövid, hát most is 2 nap lesz. Ma, tipak, holnap. Nincs nagy lehűlés, este jön, igen. Reggel pedig kicsit frissebb lesz a levegő, és aztán el is megy. Aztán meg majd jön a melegfrontok tele. Így van, hát a hidegfrontok nyara után csak is a melegfrontok telejével. M1 Pest-feli M0-ás leágazásnál a belső sávon baleset, Bokri Pisti küldte nekünk, köszönjük szépen. Basszus biciklivel téptem neki az úton, erre beszállt egy darázs a pólom alá, és szétcsípte a jobb csöcsön. Felkakült. Csecs tapasz kell hallani, igen. Basszus bicikli. Basszus bicikli. Az vasta küllős. Igen. Hello, az M1-es M0-ás Budapest felé vezető oldalán két személy autó ütközött, torlódás, illetve nagy dugó várható. Igen, ez az M0-M1 kereszteződésénél van pontosan Budapest felé. Nubek elküldte nekünk. Győr Csorna irányában a 86-os úton forgalomban szemben halad egy autó. Ez is SMS-ben jött, úgyhogy vigyázzon mindenki. Ez veszélyes. Nagyon kedves, hogy János, hogy szólsz, köszönjük. Azt mondtátok, híres embert adtok be, ugye, Voksámvirág, erre egy növényt adtatok be, ez kiszúrás. Tényleg a nótafában bacsisztak, higgyetek el. Ott bacsisztak, igaza van a hallgatónak. Trészén? Igen, Laci utána járt, és Trészék ott vacsisztak a nótafában. Ez így fura volt, hogy hívjuk Amerikában, és valaki előtte látta a kispesti nótafában, de ott voltak, és ott vacsisztak. Nagyon igen. Viszont nagyon szépen köszönjük azoknak a lelkes hallgatóinknak, akik egy kicsit fejetornáztak a Prügyi Duo Facebook oldalának a kedvelőinek a számát, azt biztos így szoktak mondani. 2244 ember, 200. Tehát az, hát figyelj, ez 232. Amióta beszéltünk róla. Higgyétek el, ez nagyon-nagyon sokat jelent a srácoknak, és a taktakenész, taktabá és taktaszada között vergődő prügynek is. Ebben a szorításban. És hol taktaharkány is arra van? Tessék, aha, valamelyre arra lehet. De a lényeg, hogy a srácok szerintem nagyon hálásak lehetnek. 10% növekedés, gyerekek. Hát az olyan a Facebookon nincs ennyi idő alatt. Tehát azt még a kaszatibi se tudja. Pár óra alatt 10%? Igen. Az komoly. Az nagyon komoly. Igen. Bár mondjuk ez tök jó volt, mert rámentem a Tibinek az oldalára, és akkorát ugrott megint a szám. Tehát, hogy így nem, az a baj, hogy nem néztem meg, hogy mennyi volt akkor, amikor először rámentem, és utána még egyszer rámentem, és megugrott a szám. Tehát, hogy van ilyen, hogy valaki fölmegy a Tibinek az oldalán, olyan izén, itt tudom én, ilyen 7 óra és 8 óra között, és akkor gyorsan belájkolja, mert most haladról először. Elég sok energiát is tesz azért ebbe a Tibi. Sokat melózik vele, igen. Ügyes. Mai nap dolgozunk, utoljára 2 hét szabadságon leszek, de titeket otthon is hallgatni foglak. Köszönjük. Kihasználok minden alkalmat. Úgy. Igen. A Hunanyár adjátok le, légy. Leadhatjuk. Le. A Hunadalt, Hunanyárt, várjunk. Adjuk a Hunanyárt. És megcsináltatjuk, nagyon jó felvetés volt, mondd csak nyugodtan. Igen, hallgatói felvétés. Huna Freki. Lehet egy ilyen cenzúrázott és cenzúrázatlan. Így ígértük úgy is, hogy ezeknek majd leadjuk a cenzúrázatlan. Alap esetben ott egy 2 milliós nézettséget kell tudnunk produkálni. Ennyi hallgatónk van. Igen. Volt. Ne rohanj kell. Itt vannak még ők. Mi van a majommal? Írtak már Veszprémből? Az a baj, hogy... Megkeresnek, kicsontoznak? Hanem egy elég tisztelt. Szívaszt engem ezzel a majommal, de higgyetek el. Fölismerte például Kádár János. És nem köszönöm neki, hogy mit csinálsz. Igen, az MSZP első titkárát. Igen. A Kádár János szívesen időzött nála. De nyers mindig elbizonytalanodott. Jól van. És sokszor kért tanácsot tőle az ország vezetésében. Kádár János által 2-3 órát is szívesen eltöltött az állatkertben, bőven mindig megismert és kávéval kínáltam. Tényleg? Egy kotyogóst hagyjál már. Persze. Higgyetek el. És kamarossal vagy egy tegeződtek. Tegeződtek, Kádár pedig állítólag viszontlásul mindig magához ölelte. És nagyon sok mindent tudott maga a majom. És hiányolt a tejszint. Igen, nagyon sok mindent tudott. Erre ebből be oda ment az egyik barátjához, egy kamajomhoz, és ki...
Mert elmondom, miket tudod. Megtanították tüzet rakni, kávét főzni, szörpöt készíteni. Ja, ez benne nem Kádár János. Nem Kádár János. Tehát a majom állítólag tüzet rakott, azért vagyok nagy böbe szakértő, mert a nagymamával mindig, amikor elmentünk Veszprémbe, akkor mesélt böbéről. Megtanították tüzet rakni, kávét főzni, és már a szörpöt készíteni. Te még láttad élőben böbét? Én már azt hiszem, hogy nem láttam, nekem már csak meséltek róla. Gyurmázott és tudott agyagozni. És egyszerűen kezdetleges tojásos nokedlit is összedoboltam, kis majom, és mellé természetesen ecetes cukros feje salátát rá. Elmondom neked, hogy szeretett ablakot törölgetni, és úgy, hogy sosem törte be az üveget. De ez a majom okos volt. Ez a majom, ez tudott. És volt neki egy direkt ablakja? Igen, ragasztott ólomüveg, golyó álló, nem tudta betörni. Hihetetlenül tanult, nagyon szeretett autózni és motorozni. De ő vezetett. Motorozni. Nyilván. És 1972-ben az OB megverte Drapál Jánost is orhozta. Igen, salakmotorozásban verhetetlen volt. Nézzék azt a majmot, nézzék, hogy így van. Ne beszélj a versenyzőkről, nem így beszélek, az tényleg egy majmos. Ez furcsa, de az én is értegel. Igen. Volt olyan egyébként, azt nem tudom, emlékeztek arra, hogy? Hát erre így konkrétan nem, de valami rémlik. Hogy egyszer megszökött. Ki? A majom. Maga böbe. Aha. Maga böbe megszökött. Elment az állatkertben. És meddig hozott a barátainak banánt, ugye? Aha. Igen. És egy darab... Nem emlékeztek erre. És egy darabig bándon bújkált. Veszem megtalálni. Nem, az volt, hogy elment egy családhoz a képen vacsorázott, állítólag, és ott leült velük együtt vacsorázni. És nagyon békésen ott vacsorázott, amíg meg nem jelent a gondozója egy motorral. Aha. Azzal a motorral egyébként, amivel egyébként Böbe salakmotorozott. Igen. És a család észrevette, hogy ott ülnek az asztalnál, vagy pedig csak így izé... Nem, a család észrevette, de mi ez? Te is örülnél neki, beülni egy majom hozzád vacsorázni. Mit szólnál? Hát vacsoráznál tovább, és megkínálnád a majmot. Léci, add majd a sort. Miért beszélni nem tudott? Nem beszélni nem tudott. Nem. Megérkezett a gondozó, akit Ervinnek hívtak. Lázár Ervin. Ekkor Mikmakkal megköszönte a vacsoráját, és fölült a motorra, és vidáman távozott az állatkertbe. Ilyen történetek vannak Böbéről. A Veszprémi állatkert csodája, és ha oda mentek, ott van a Böbe szobor, tehát ezt nem én találom ki, tényleg. Mondjad? A gondozót hazavitte? Tehát aki eljött értem motorra, vagy egyedül ment haza? Nem, hazament a gondozóval, együtt vissza az állatkertbe. És felült a szokott helyre, átsülésre teszem hozzá. És Ervi hazavitte. Persze, igen. És a faracskos disznók mellől el kellett költöztetni, mert állandóan mikmakkolt, és ez felizgatta a disznókat. Igen. 70-ben pusztult el. 70-ben? 70-ben pusztult el, igen. 60 mellett egy másik város. picit távolabb. Ha 0 kilométer kötől nézik. Tehát 60 mentek után, 60 Gyöngyös és 70. És 70-ben pusztult el végül. Nagyon szeretett lakni. 70 volt a kedvenc városa. De természetes halállal halt meg, nem? Nem, lelőtt egy vadász. Lelőtte két orvadász. Élték egy mongúz éltem. Nem, elpusztult. Szegény Isten nyugosztalja. Egyébként tényleg ott van a szobra. Mondom, mert nem én találom ki ezt a történetet. Egy fából készült szobor a bejáratott balra, emlékeim szerint. Igen. És ott volt egyébként? Ott volt az egész MSZMP a temetésén? Kádár János is? Ott volt, igen. Ott volt Kádár János is. És akinek hoztak kávét, de beleszagolt és kilökt a kezébe, és azt mondja, ez nem az én kávém. Nekem befőzött. Nem, tényleg. Olvassátok el, fönt van egy csomó minden Böbéről. Tök intelligens volt. Kutatták egyébként, hogy hogy lehet ennyire intelligens. Böbe! Nem így kutatták. Böbe. Nem így kutatták, hanem vizsgálták. Már fönn volt a Gulyahegyen, ott ugrált az akácfákon. Vagy Gulyatomb. Gulyahegyen fel. Nem, az a baj, hogy mindig próbálok valami kicsit tudományosabb az életetekbe csempészni, meg a kultúrát, igen. És mindig nagyon megmosolyogtok. Nem hiszitek el, hogy komolyan van, hogy ezeknek van valóság alapja. Elhunytál egy csendes őszi napon, Veszprémi Böbe, nagy hírű majom. ez Romhányi József írta 1970-ben. Mondom, hogy sokat 70-ben. Nem melozott mondjuk rajta, de... Mondom, hogy 70-ben. 70-ben szegény. Van. Na, várjál, témaváltás van. Mikmak. Jó. Te vagy az új témaváltás. Most én vagyok Böbe képviselője, én most Böbésen fogok mindig témát váltani. Mikmak. Olvassátok azt a hirdetést, mi szerint valaki Zuglóban él, 50-es egyedülálló diplomás igényes férfi, és eladó a lakása. Igen. És szeretné, ha neki
alkalmi részidős munkában valaki vasalna. Ez tök, de ez eddig tök normális. Aha. Hát most aki elfoglalt, ki tudja fizetni, van most már ilyen szolgáltatás is, jönnek, vasalnak. Más nem akar. Mit? Azt szeretné, a hölgy vasalna neki. Egy létező hirdetés. Aha. Biztosít zenét a munka mellé. Zenére kellene vasalni neki, némi kis erotikus tánccal fűszerezve. Aha. És ezt egy bulvárlap találta egyébként, a hirdetés valóban létezik, és nem írja, hogy milyen órabér, meg hogy hány óra vasalásról van szó, vagy hogy napi hány óra vasalásról van szó. Egyszerűen csak szeretné, hogy egy hölgy neki zenére finom táncmozdulatokkal vasalna. Ez egy párkereső hirdetés, ez egy szexhirdetés, itt te keresel valakit magadnak, vagy a kellemeset, a hasznosan a házi munkát akarod összekötni, az, hogy legalább nézhesd és élvezd, hogy ott valaki vasal. Miről szól ez a hirdetés, mert nem ért. Picit ez a vasalás, ez olyan, nem? Kicsit ez a fedő sztori. Nem? Odaérne a lánya a vasoldeszkának a vízével, a vasalóba, és akkor mondanánk, hogy hát igazából hát a vasalást ezt le is hagyhatjuk. Én elég sok beteg dolgot hallottam. Létezik az, hogy egy 50-es pasi egyébként arra indul be, hogy valaki teljesen normálisan, mindenféle szexuális szolgáltatás nélkül, csak zenére táncolva vasal neki? Hm. Tehát ilyen van. Szerintem simán. Igen? Mert annyira beteg emberek vannak, hogy lehet, hogy valaki a rohanítás is beindul. Te hogy vasalsz otthon? Vasalsz otthon? Te vasalsz? Igen. Hogy vasalsz? Egy Bee Gees-re. Igen? Te szemét megnyugtad a zenébe. De van valami praktikát, hogy spriccelsz előtte? Nem azt után. Hát nem úgy, mikor hogy. Mikor hogy jön ki a lépés. Nem erre gondolok, hanem hogy van ez a spriccelő. De már nem, mert gőzölös vasalom van. És úgy szoktam csinálni, hogy nem szeretem nagyon a fokozatokat állítani, abban nem hiszek. Általában van egy pont, amikor kihúzom a vasalót, és a hüllőlappal. Hüllőlappal? Igen. A komodai hírek. Hüllőlap. Igen. Eltűnt ma is két paráruc. Ezt olvashattuk a hüllőlapban. Na, és általában úgy szokott lenni, hogy a hüllőlappal vasalom ki azokat az anyagokat, vagy azokat a például technikai pólókat, amik összeugranának. De hülye, akkor miért nem veszed lejjebb a fokozatot, és akkor ugyanaz lesz? Mert nem hiszek. Meg így van, pontosan. De az nem spór. Tehát először felmeleg. Na jó, de addig kivasalja azokat az anyagokat, amik nem érzékenek. Jaj, aztán utána a hüllőlappal. És a hüllőlappal. Hüllőlappal én is kelek. Egyébként én is szeretek vasalni, mert tök majd így meditatív rájöttem, hogy így baromira kikapcsol. Hát csak marhára oda kell figyelni. Igen. Hogy nézed meg, hogy milyen meleg a vasaló? Mindig nyálazod az ujjad? Nem, megnyalom. Igen. Megnyalatom a gyerekkel. Virág, gyere. Apa, ugye nem forró? Az előző 10 alkalommal sem volt valós. Igen. Ó, apa, mint a móka. Apa, megint átvágtál. Hát szabadon esélye már nem indul, mert furán artikula. Erotikus ez egyáltalán. Ugye, hogy semmi erotikus nincs benne. Egy vasalásra. Te táncolsz közben, Jani? Ha akarod. Hát. Ahogy kéred. Ahogy közben kéred. Mozgatod a csípődet, a vasalát. Hát attól függ, milyen zene szól. Tehát, hogyha Machine Head, akkor headbangelek. Igen. Csak amúgy is ketté törtem a vasalódeszkát, pozdorja, tudod, meg kétszer, meg félem, már vége van. Egyébként meg, hogyha meg valami lassan, mint a házi buli zené, akkor természetesen lassú mozdulatokkal kicsit tekergetem a csípőmet, és Sophie Marceau-ra gondolok. A kiboxos srácot mindig el, meg így kihesegetem. Nem rád akarok gondolni, nem? Hogy a kiboxos srác, ugye, házbuli kettőből szét egy ilyen. Igen, valahogy én se látom ezt igazából erotikusnak. Van telefonszám ez a hirdetéshez? Megtisztelő bemutatkozó levelét, egy elérhetősége előre is köszönöm. Rákospatak közelieknek pár perc séta. Tehát leírja, hogy hol lakik. A kocsival jönne, annak ingyenes a parkolás. De jó. Teljesen praktikus és körültekintő, tehát leír minden fontosat. A kocsival mész, akkor nem kell. Itt van a BKV-val, de van írva. Azt mondja, hogy Kassai tér. Nekem leszállod, és a Rákospata közeléknek pár perc séta a Kassai tértől, egyébként Zuglóban van. És 50-es egyedül álló, vagy diplomás és igényes. Én szerintem biztosítja. Van meg heti rendszerességgel. Aha. Van egy e-mail címünk, vagy egy telefonszámunk hozzá? E-mail címet adott GPS meg. GPS koordináta? Mit, csak oda mész? Hát ne, hát mit, hát hogyha abban, akkor érted, az a legprecízebb. És lehet, hogy már az előszoba van megadva. Vagy a konnektora, ahogy végezzünk egy kísérletet. Jó. Erre mi rákészültünk természetesen, hoztunk egy vasalódeszkát, és megkérjük a Julit, hogy vasalja nekünk erotikusan. Igen. Nem lesz az. De vasaljon erotikusan. Küldjük el ezt a videót emberünknek e-mail formájában, hogy mi és várjuk meg, hogy reflektál-e erre, vagyis lesz-e bármilyen válasz.
megnézzük, hogy melyik vasalás típus jön be neki. A zenére vasalnak, erotikusan táncol, csak simán táncol, tehát válogathatunk majd a vasalási technikák közül, felveszünk és elküldjük neki, ő pedig esetleg kiválasztja, vagy visszajön neki. És akkor hogy... elküldjük a Julit hozzá vasalni. Hát a Julit nem adjuk Kinira, vigyázunk, de mindesetre megnézzük, nem hogy rossz. Küld-e válasz e-mailt. Ha nagyon tetszik neki, akkor ráindultunk egy vállalkozás és lenyomjuk a gatyánt. Én nem veszem le. Nem letolom a gatyám. Most ide. Én sok mert nem vagyok ilyen gatyán, nem tolom le. Tehát, hogy nézd, nekem is megvan a kaltárai. Sosem tolnám le a gatyán. Jó, oké. Itt van egy vasalódeszka. Igen. Jó. Indítunk zenét. Jó. De úgy csináljuk, várj, Julinak ne látszódjon az arca. Jó. Jó. Tehát ne áruljuk el, illetve ne adjuk oda Julit úgy arccal. Uh-huh. Júrinak van egy kis fejmikrofonja. Megőrülök. Olyan vagy, mint Rubin Tréka. Igen. És gyerünk, és egy, és vagy kettő, adásba vagy. Három. Hát, és ez egyre betegebb ez. Igen. De Júri megérkezett, és kiköpött Madonna. Nincs neked mini szoknyád, Júli. Hát hogy lehet vasalni Júli, farmerban? Elmondom, Júli egy nagyon helyes piros fölsőben van, ami újatlan. Nyilván, ha otthon csinálom, ezt egészen máshogy vagyok felöltözve. Hát persze, egyébként nem is értem, hát vasalóval megégetheti magát az ember, miért nem porszívózásra, vagy valamire. Az egész hirdetés nem értem egyébként. Tehát tök beteg emberek vannak. Meg vagy picit fázva? Miért úgy olyan, egy kicsit ilyen nazális az orrod. Nem tüsszentesz bele közben. Ne. Na, Julira tettünk egy fejmikrofon. Bocsánat. Julira tettünk egy fejmikrofon. Az a lényeg, Juli, hogy beadunk neked zenét, és el kell kezdened vasalni. Mi ezt aztán elküldjük neki e-mailben, illetve fölveszünk több verziót, és aztán megszavazzuk, hogy melyik volt a legjobb. Mire akarsz vasalni? Arra az ingre. Valami... Hát ez egy zsipára, valami... De mi, erotikus zene? Popsirázósra, nem Popsirázós, jó, erotikus dögös. Jó, okay. Jó Máté Péter. Elmegyek. Oké, okay, beraktunk neked egy zenét, jó. Annyira legyél csak erotikus, amennyire szeretnél, tehát nem kell túlzásba vinni, nem kell túl soknak lenni, ami úgy jön ösztönből. Tehát, hogy fölvettünk egy visszafogottabbat, és fölvettünk egy durvát, aztán maximum mind a kettőt elküldjük neki. Ne fordulj hátra, jó? Jó? Hogy megmaradjon az illúzió nekem. Nem. Nem ezért, hanem hogy az arcodat ne küldjük el neki, jó? Tehát ne lássa mégis, hogy ki volt. Figyelj, amikor úgy érzed, hogy kezd felizgatni, nézd be a sarokba, ott áll Gyula. Na figyelj, elindítjuk a zenét. Ja. Jó, várjál, oké? Okay. Azt a rohadt élet. Oké. Okay. Várjál már. Behagyjuk adásba is kicsit. És sékel az rityó. Hát az nyomjad. Oké? Okay. Yes. Wow! Simogasd magad! Oh! Oda légy, te jó! Ah, Juli! Ez van majd... Paródia. Egyes embernek! Oda néz! Lement egy kicsi csípőrázás. Jobb kezében fogja a vasalódeszkát. De nagyon Juli, táncol, ez nagyon kicsit. Ez rendelhető már az a műsor, mert... Juli, ez neked nem az első. Kicsit igazít a ruhán, legugol, lemegy a vasalódeszka alá, jön jó vissza, csinálja. Rázza a csípőjét. Jó. Csak hagyjál már az ingem, mint a pótérettségi. Neki támaszkodik a falnak, kicsit megrázta a fenekét, és vasal. Balra rázza, jobbra rázza, gyerekek. Fölrakja a lábát a vasalódeszkára, és alatta vasal, legyezi magát a bal kezével. Fél, nagyon profitolja. Hú, nagyon jó. Megkérem a Visi, Mikit vasaljon. Igen, de ezt nem aztán ennyi elég volt a demóból. Oké, okay. Felvettük? Igen, megvan. Ja, meg kéne állítom. Jó. Hát ez gyerekek, hát ez... Juli! Yeah! Nem tudsz ebből klubot csinálni? Hetente egyszerre bekerlén a műfházba. Gyerekek, ezzel megvagyunk. Ezt el kell küldeni. Ezt kell elküldeni. Ez nem jó. Kell jobbat csinálni, megvagyunk. Megvan kezdem megérteni a csávót. Na, erről beszélünk. De jó, hogy a végén nem volt. Megkérsz egy zsefit, Júlia. Ne, Jánik, csak ez sörgés volt. Érezni kezdett a balfira. Semmi baj. Megvan még a szávlad. Bocsánat. Hát, de küldjük el neki e-mailben, és nézzük meg, hogy reagál-e rá. Nagyon jó. Küldjük el, hogy... Az a baj, hogy hiszem, hogy csak úgy lehet e-mailt küldeni neki, hogy a hirdetési oldalon keresztül, de oda nem tudsz feltölteni szerintem semmit. Mert akkor adjunk fel egy hirdetést, hogy keressük azt az embert, hogy komolyan mondom, ugyanebben a bulvárlapban adjunk fel egy hirdetést, hogy keressük azt az embert, aki vasaló hölgyet keresett, mert szeretnénk eljutatni neki valamit, jelentkezzen nálunk. Hát keressük meg mi? Igen, azt az 50-es úriembert, aki Zuglóban szeretne egy vasaló hölgyet keresni, mert én vagyok nem az. Nem kizárt, hogy most már tudja is meg, hogy hallott minket. Én szerintem az ilyen nem hallgat rádiót.
milyen ilyen. Mi az, hogy ilyen? Hát az ilyen típusú, hát kicsit pervers, kicsit beteg. Neki reggelente, amikor se, hát vagy még gondold el, ülsz otthon, ilyen fura tartalmakat töltesz le interneten, háttérben szól a rád, és egyszerűen csak rájössz, hogy rólad beszélnek. Igen. 50-es zuglói féleket, és elkezdesz jobbra-balra nézni, majd el kell lehalkítod az internetet, picit, amit néztél éppen, és elkezdesz fülelni a rádióra, és rájössz, hogy rólad van szó. Az meg milyen durva lehet? Félek, muszáj szélesítsem a repertoárt november után. Működhet. Jó, megszerzünk valahogy egy e-mail címet, de miért nem adja meg tehát a hirdetésben az e-mail címét? Miért nem adta meg? Van, hát valami van, nem? Valami kell lenni. Az oldalon keresztül tudod felvenni vele a kapcsolatot. Ja, az, ahol ő feladta a hirdetési életet. Oldalon üzenj a hirdetőnek, rákattintasz, és akkor küld neki egy üzenetet, de nincsen e-mail címe. És oda be lehet csatolni videót? Nem lehet becsatolni videót. Honnan tudod, vasaltál már neki? Nem, de bár próbáltam. Nem mostam is főztem rá. Igen. Honnan tudod, tegnap egész délután ott voltam. Szimpatikus úriember. Izomlázom a fejemben. Ülni nem tudok, annyira izomlázom, ma viszont 8000-re fizetett óránként. Jó, oké, megcsináltuk ezt a videót. Valahogy eljutatjuk neki. Várakozáson felül. Kölcsön farmer, egész jó. Ne! Leveszed azt a mikrofont? Várjál, kivesznek adásból. Meghallgatjuk a híreket. Jó, fél 9 múlt, pontosan 4 perccel jövünk mindjárt a hírek után. Na, még egyet, irány a cuki, nyomjál te is, már állok. Hoppá! Van csoki, karamell, barnul a karamell, van még kuncs is, gyerek is, bulldog. Figyelj, kislány, repül a laszt, így gyere be a vízbe, egy gyorsabb. Barnul egy kis móka, meg fogod szokni, imádni fogsz a víz alatt. Focsizni, hona nyár, itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan. Egy perc múlva, pillanatokon belül fent van az Instagramon. Egyébként. Júj, nem a Júlival nem teheted ezt meg. De hát jó, hogy ne. Hát kérték a hallgatók, és a hallgatók akarata szent, úgyhogy megmutatjuk nem sokára, mit csinált Júli. Meg jól tudta, hogy ügyes volt. Úgyhogy nem annyira perverz a bácsi. Ugye, hogy azért ezt így elnézést kezdem kicsit megérteni, hogy gyerekek, hát különbözőek vagyunk. Ugye arról beszélgetünk, hát ha valaki most kapcsolta be az adást, hogy találtunk egy hirdetést, illetve pontosabban az egyik bulvárlap találta, és mi is foglalkozunk vele, mert nagyon érdekes. Egy 50-es zuglóban lakó férfi nőt keres, mindenféle bántó szándék nélkül, nagyjából heti rendszerességgel keresek egy vasalást, kimondottan kedvelő vidám hölgyet, zenét is biztosítok a munka mellé, és megpróbáltuk elképzelni, hogy mi a fene lehet ebben jó, elmondja, hogy hol lakik, a Kassai tér mellett, Rákospatak közelieknek pár perc sétál, a kocsival jön, ingyenes a parkolás, megtisztelő bemutatkozó levelét egy elérhetőséggel is köszöni szépen. Szóval, hogy várja, hogy nők jelentkezzenek vasalásra. Uh-huh. És megnéztük, hogy mi lehet ebben a jó, mert hogy a nők szerintem utálják, házi munkat túl kell rajta, és mégis van néhány pali, akinek valószínűleg erre beindul a fantáziája. Nem rossz. És megnéztük Julita, hogy vasalt, egy ügyes volt, kezdjük megérteni tényleg emberünket. Annyira nem ördögtől való a dolog. Egyre inkább úgy tűnik, hogy nem kell félnünk már a novembertől, mert hogy lesz egy vállalkozásunk. Egyelőre mondjuk úgy néz ki, hogy elég sok beltag, kültag, és csak egy csaj lesz, akivel tudunk dolgozni, de ez nekem megvan. De, ez nekem megvan. Te mész majd mindig előre. Igen. Aki felderíted a terepet. Feri lesz a testőr, aki megy a Julival, megvárja az autóban, és elhozza a Julit, én pedig utána és megyek, és rendezem az anyagiakat. Jó, de Feri hozza a deszkát is a hátán. Tudod, egy ilyen fölcsatolható. Így van, csak egy puskát. Feri megy Julival, viszi a deszkát, megnézi az embert, üljél le, ne taperold, üljél vissza. Sarokba ül, védi a Julit. Te mész előre terepszemlére, bekommandozol, megnézed minden rendben, hol van a környék, hányan akarják. Nem küldjük, csak úgy oda Juli. Én meg amikor elment a Juli, elment a Feri, érkezem, öltönyben, számlatömbbe, és intézem az anyagiakat. Nagyon jó. Nagyon jó. És mielőtt bekapcsolják ugye a zenét, meg Juli elkezd sékelni, azelőtt Feri egy határozott mozdulattal megfogja az illetőnek a vállát, milyen a szemérnézés, azt mondja, semmi topi burnyák. Utána élek a forró vasalóval. A legtöbbször biztosítanak védelmet az ilyen típusú nőknek, úgyhogy el kell küldeni Julit, ha akar, de csak úgy, hogy nem engedjük, hogy bármi bántódás legyen. Vasal beül az autóba, hazajön. Ennyi. Kis számlatömbbel utána megjössz, ceruza a fül mögött. Kihúzom a ceruzát, kitöltöm, lapazok egyet, igen. Kitépem. Öt ing, fizetünk, négy alcsónadrág és a tánc. Gyula is jön a kis 4K-s kamerájába. Nem, ő hozza ezért a hangfalat. Utólagos hasznosítás. Ja, tényleg a hangfalat, a technika. Mi van akkor, ha nagyon beindul a vállalkozás, igen, iszonyatosan dübörgünk, és elkezdenek nekünk nők írni, hogy menjen hozzá férfi vasalni. Elhanyagolt rockercsajok például? Nem feltétlen rockercsajok, csak mondjuk
híre megy ennek a vállalkozásnak, és tényleg 50-es, 60-as nők írnak, hogy ők szeretnék, ha férfi menne hozzájuk vasalni. Vagy beveszünk valakit, vagy akkor vagy a testőr elmegy vasalni, nem. Vagy a felderítő elmegy vasalni, hát vagy a kasszás elmegy vasalni. A testőr az védi a vasal, a ki ér rá pont akkor? A kasszás beszedi a lóvét. Igen. Te már földerítetted, akkor utána ráérsz. Vegyél egy szájmikrofont, léci. Vedd fel a szájmikrofonodat. Jó, meg vagyok. Jó, álljál oda, kicsit nézzük meg, hogy menne. Jó, 50-es hölgy vagyok az Alka Máté térről. Nagyon szeretnék egy hatalmasat elkapni egy nálam jóval kisebb területű, ártalmatlan kinézetű, nagyon ártalmatlanak tűnő, nagyon aranyos fiatalember. Jó. Oké, tehát ha csajok írnak, nézzük meg, hogy ez pasiként hogy menne. Jó? Jó. Tényleg ne legyen ennyire, nem tudom. A Jani fog erotikusat táncolni? De mi ugyanilyen zenére? Kapsz hasonló zenét, jó? Ez számomra is kihívás. Megjött a szájmikrofonod, vagy a fejmikrofonod, oké. Egy kicsit azért arrébb állok. Tudsz te vasalni? Hozzám jössz, jó? Hozzám jössz. Jó napot! Csókolom! Takarodj innen és szólj anyádnak, hogy vigyem vissza az iskolába. Hol ki jött táncolni? Kezdj csókolom. Ön szeretett volna rendelni egy vasalló fiút? Jézusom, ezzel a fejmikrofonnal úgy nézel ki, mint Szűcse hipából. Így van. Teljesen. De most csinálj egy helikoptert. Nem olyan, mint a Hip Hop Boys. Hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Na, sem nekem így is elég szüles. Felmegyek, ott vagy napomat. Te. Ott vagyok én. Margó néni. Kezdj csokolom. Jó napot kívánok. Hogy kezdj a kagyan? Nem, a vízszerelő. A vacsalát. Vacsalát. Hát segítsek. Nem 90-50. Most egy 90-es rendelt meg. Egy 90-es rendelt meg. Lenyelő nyelvi. Vagy egy nem a tárgyát. Szitettem pitet. Szitettem magának pitet. Két nyelvi. Menk pont kész a karácsos liget. Megvagytok a gyagőzőkő pitébe. Na jó. Kezdje táncolni, jó? Elrohadt a boiler is, úgyhogy remélem zuhányzott. Ha már itt van, csöpög a cap. Na figyelj. Csöpöge, nem az. Figyelj. Oké. Kicsit így indulunk. Rázd a csípőt, baby, ez az! Majd de jó, ajajaj! Hát kettek beindulni fog! Utoljája! 64-ben voltam ennyire 40! Én ezt nem akarom látni a Jani felekét! Ajajom! Egy kicsit gyógysabban! Sose lesz így! Jaj! Kicsit ide is táncolhat, menném? Ne már! Ne told ide a seggem, nem én segget, nem én meg a nő! János elkezdett erotikusan táncolni, és nagyon vasal! Figyelj, ez Freddy Mercury is! Jaj, ajajom! Hát, kezdtek nikotán felendülni? Megnyalta az ujját, eljátszotta, hogy forró, de rossz, úristen! Eljátszotta, hogy forró, megégette az ujját. Ez neked meg! Öreg, jó vagy! Jó, figyelj, kapsz egy ilyet, jó? Oké, okay, figyelj. Do you abel at the sea? Your devil seems to be seraph wife. Paracasi knows the time short. As you have understanding, reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number is 666. Jajajajom, egy nehogy. És most egy ilyenre vasalsz, jó? Tehát most rockzenére vasalsz. Atmoszférában is szól, bent is, kint is szól, mindenhol szól. Jó, egyébként János tök jó, megélünk ebből, Feri. Meg vagyunk ebből. János rockzenére vassal forgatja az inget. Igazít rajta, picit megnyalja az ujját. Fordít egyet az inget. Egyébként van benne rutin, látod, Feri? Van benne rutin. Lerakja a földre, kicsit húz rajta. Jó. A rátaposást nem értem, hogy mi volt, de mindegy. Figyelj, meg vagyunk. Most akar beindulni. Ja, meg vagyunk. Ez megvan. Ezzel meg vagyunk. Megvan a vállalkozásunk. És tudsz stílusokat, tehát hogy nem csak egyféle, hanem különböző, amilyet igényel. Tök így jó. Van. Ezért nem is Jani leszek, hanem Jánusz. A sokarcú. Jánusz az. Jánusz, csak nagy félre értsen. Igen, Jánusz. Jánusz. Anyanyom, egy nagyon tetszett nekem. Hát, még a fényem se csinált 64-ben.
Adok egy kis borravalót. Ez bengeli, ne ezzel el. Beteltem a putyám. Jó, figyelj, meg vagyunk. Julit küldjük az egyik helyre. Nem ide egy tiszta bugyit, hát venni. Most előveszem, hova és elmegyek, zuhanyom már. Nézd már egy Petőfi 10-es. Ezt egy fiatal ember nagyon elégedett vagyok. Vegyem még a konyak megyből. Van még nálam 70 milliárd milpengő. Ja, Istenem, egyébként, de hogy mennyi beteg ember van, nem? Komolyan mondom. Beteg is, de tetszik is. Igen, szóval, hogy az elején, amikor elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, azt hittem, hogy ez az egész sokkal betegebb, de most, hogy láttalak benneteket vasalni, annyira nem. Van benne valami. Ez is csak egy meló. Van benne valami. Melyik tetszett jobban? A Juli vagy? A Juli jobb volt, de amikor te vasaltál, én tényleg átmentem 70 éves nénibe, és azzal a szemmel néztelek, kicsit fátyolos tekintettel. és azt gondolom, hogy tetszene, ha egyszer csak így meglepődik egy ilyen vasalással. Időnként visszanézek, és azt látom, hogy ott egy kicsit foltozott, takarói kockás pléddel letakart ilyen kis a fotelben. A kis potocskámmal ülök, és a potocskája kockáltatja a padlót, és az alsó szomszéd már ütögeti lentről a partvisel a plafont, hogy kós legyen már, mert aludni akar. Jó, erről is van videó, mindjárt fölmegy, csak meg kell hozzáírnom a szöveget. Majd azért nézzük. Szerintem jó. Vállalható-e? Drága instás kis családunk, nem sokára megy a videó. Látjuk a falon a nyomást, érkezik nem sokára, jó? Mindjárt fölkerül az Instagramra, és akkor. Metal az nem működik rá annyira. Nem, ez erotikusan kell. Ez erotikusan itt csak az erotika. Igen, csinálj, ez több autó vagy. Ezt erotikusan kell. Na jó van. Jó, azt a videót akkor megpróbáljuk Julinak. Már nem Julinak elküldeni, hanem akkor ebbe még futunk egy kört. A hirdetés adatai alapján valahogy előkerítjük emberinket. Megmutatjuk gyorsan, mi a beugró hármas ugrása. Jó, figyeljen mindenki, ezt kell kitalálni. Jó, hát gyerekek, ez régi dalok, de könnyű mind. Na igen. Nem, vagy nem? Na megmutatjuk még egyszer. Hát, régi dalok egyébként. Öreg vagyok azért. Mutatjuk még egyszer. Átkérlek. Jó, van benne magyar is, külföld is, megfejtető. Egy picit fel is belehaladszódott a hátkérlekkel. Igen, írjátok meg, hogy mit hallottunk. Jó, kettő darab dalcím, kettő darab előadó, ez kell nekünk. Mi pedig jövünk nem sokára. Péntek van. Mondani se kell, hogy péntek van. Ez ugye az utolsó fél óra rólatok szól, ha van kérdés, amire még nem válaszoltunk, szeretnétek velünk kicsit beszélgetni, megválaszolni egy-két, szeretnétek, ha megválaszolnánk egy-két kérdést, vagy van valamilyen, amire kíváncsiak vagytok, küldjetek el nekünk, jó? Kérdezzétek meg esetleg. Már jött is egy csomó egyébként. Hogy na, mikor tudsz menni vasalni? Talán rá Sandy Vajna. 5 perc a pontosan 9 óra, küldjetek a kérdéseket, nem elfelejteni, mi pedig jövünk a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Klassz! Csak slágerek, Klassz FM, a rádió. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk pontosan. 8 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Érdemes Instagramon is csatlakozni hozzánk egyébként, mert hogy Juli videója már fel van, nem sokára Jani is felkerül, csak szöveget kell hozzáírni, és van a bajok a szövegírása. Igen. Nem, hát meg kell írni, Juliét is megírtam, nem könnyű. Úgyhogy fönt lesz Jani videója is, Julit már 1400-an látták, ahogy táncol, ha valaki nincs Instagramon, akkor csatlakozzon ott is hozzánk. Hát azt nem lehet mondani, hogy már egy kis elit közösség, mert elit közösségnek elit, de majdnem 130 ezeren vagyunk, úgyhogy komolyan, nem rossz, nem komolyan rossz. Beindult az Instagramunk, így figyelj, van. Hogy csak annyit is, hogy ez csak egy rádióműsor, nem kell félreérteni, vagy hogy Jani hozzá, műsorkészítők vagyunk. Hozzá? A videót hoz? Igen, hogy ne gondolják tovább, és ne gondolják komolyan. Én úgy utálok szöveget beírni egyébként. Ez látszik a mondaton belüli. Nem lehet olyan, nincs ez a beszélsz és írja közbe, azt nem tudja az Insta. Írd be azt, hogy mikmak. Jó, ez lesz a videónál mikmak. Nem, az SMS-nél tudod. Aha, az ilyen többi alkalmazás nem nyomja. Meg e-mailnél is azt hiszem, a Siri csinálja, hogy ugye diktálsz, és akkor ő átkonvertálja. Ki ez is, az a Siri? De, egy minden, barátom, a Józsi mellett a Siri, nagyon jó, az is minden beír neked. Józsi és Siri, két csodát. Beírja neked, tényleg SMS-nél szoktam, hogy diktálok, és e-mailnél is nagyon jó.
Na, szóval, hogy Instagramon keressetek bennünket. Tehát a Facebookot nem kell mondani, természetesen ott tudjátok, hogy hol vagyunk, de Instán is. Instán is ott vagyunk, egy csomó extra tartalommal, olyan videókkal egyébként, ami nincs mindig a Facebookon is. Tehát sokszor más van az Instagramon, és más a Facebook oldalunkon. Mit rögsz? Hát ez nem mondod, hogy bepasíztatok, vagy becsajoztatok, de bepasízni biztos menni, nem? Szerintem menni fog. Jó a táncod, én kifejezetten. Jó vagy. Az a popokitolás, figyelj. Az a nagy klasszikus. Írj, látszik, hogy láttál. Írj egy hallgató komment alá Juliba, az a baj, hogy az üvegben tükröződik a Jani. Egyből kilenc szóra. Az sokat visszavesz belőle. Az egy kicsit visszavesz belőle. Ott ül Jani a kis pólójában, és nézi Julit. Most a természet tényleg tükröződött az üvegben, mint egy kísértet, aki megjelenik. De Juli tánc a gyerekek egyértelmű. Le a kalappal. Teljesen ebben azért ott van. Ott van az évek, a munka, szakma szeretete, minden, tényleg, viszont kívánok mondani. Figyelj, én azt gondolom, hogy Juli nem először csinált ilyet, na. Nem. Szóval, hogy nem. Egy nőn azért látszik, hogy ezt szereti, látszik. Jól csinálja, vagy ez nem az ő világa. Juli ezért nagyon, nagyon ügyes, tényleg. Jó, úgyhogy nézzétek meg, ott van az Instagramunkon. Ha valaki még nem csatlakozott, akkor Class FM Morning Show, hát baromi könnyű. Könnyű bennünket megtalálni. Hogyha mondjuk elérné a 15 ezer lájkot, mi? Bármelyik videó. Ne, akkor oktató videó formájában megosztjuk, vagy kiadjuk VHS-en. Hát elmondanak, ezek a videók, amiket itt föltöltünk, ezek a 30-35-40 ezeres megtekintések. Igen? Meg simán, persze. Ragaszkodom a VHS formátumban. Színes borító. Igen. De majd lesznek ilyenek, hogy mitől persze a szereplő kaszkadőrök, ne csináljuk utána, stb. Igen, például, igen, így van, az én vasoló elejtős kis mutatványomat például padlószínégen lehet csinálni, laminált padlón nem. Igen, nem szerencsés, igen. Belevolvad. Na, azt mondja, hogy 9 lábúval mérik a sebességet Mezőberény és Körös Tarcsa között. Józsi, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Trafi van az M6-oson is, a 112-es kilométernél Pécs felé. Vigyázzon mindenki. Budapest felé az M0-as, M1-es kereszteződésénél történt egy baleset, két autó ütközött, alakul a dugó. Nubek írta nekünk, Győr-Csorna irányában az M86-os autóúton forgalomban szembe halad egy autó. Vigyázzatok, nagyon veszélyes. És egy nagy fadarab van a belső sávon az M3-ason, a 21-es kilométernél Nyíregyházan felé, úgyhogy ott is csak óvatosan. Basszus. Na. Hogy az ember tényleg egy ilyen szélsőséges helyzet, mibe kényszerítenem, hogy elkezdtem küzdeni a melómért. Decemberi újra kezdődik. Hogy mennyire akarom, mennyire. Tehát az ember kapaszkodik minden egyes pillanatban. Fél, megcsináljuk most a céget. Voltak hajnalában mondták. Decemberig befuttatjuk, és onnantól kezd a parádé. Decemberi kezdéssel díjazás megegyezés szerint a zenét biztosítom, a táncot szeretem, de a munka is menjen. Jeligen mosó, masa, mosodája. Megvan az első állás. Megvan az első állás idős is. Na, kérdezz felelek, menjünk? Persze, kezdjük el. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdés, ugye az már tegnap is megérkezett a mai műsorban, akkor el is mondtam. Igen. Hát a gyerekek, akkor kezdjük ezzel, mert ugye ez a legfontosabb, és nem is nagyon reagáltunk rá, nem is nagyon mondtunk semmit, ugye volt a rádiónak egy közleménye, ami szerintem egyébként tökéletesen jól elmondják, hogy mi a helyzet, mit szeretnének a tulajdonosok. Az nagyon sok olyan kérdés van, a gyerekek, most jöttem vissza Szabiról, mi történt, komoly, nem komoly. Hagyj ne kezdjük az egészet az elejéről magyarázni, mert ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. És nagyon sok mindent kell ismerni, hogy az ember tudja, hogy miért jutottunk el idáig. Aki nem nagyon szeret aktuálisabb heti lapokat, napi lapokat olvasni, ahol ez le van írva, az most tegye meg, csak azért, hogy ne kelljen mindig előről válaszolni. Ugye, hát tulajdonképpen a döntés megszületett, egy új frekvencia pályázat lesz, ami azt jelenti, hogy nincs a Class FM-nek jelen pillanatban frekvenciája. A tulajdonosok pedig úgy döntöttek, hogy nyilván szeretnék folytatni a rádiózást. Erre minden okuk, minden lehetőségük megvan, hiszen szakmabeliek értenek hozzá, beadnak egy új pályázatot, vagyis megpályázzuk az új frekvenciát, ami ugye november 19-én lejár. Tehát ez a frekvenciát ezt nem elveszik, ennek eddig tartotta az ideje, ez innentől kezdve ugye újabb pár évre odaadható vagy meghosszabbítható lett volna. Az NMA azonban úgy döntött, hogy voltam indoklás, az elég fura volt, ugye, hogy a rádiós piac jobban fejlődjön, ezért új pályázatot kell kiírni. Ez nem egy jó érvelés. Úgyhogy, hát mit tudunk erről mondani? Igazából azt, hogy nyilván ugyanúgy készül a műsor, ugyanúgy dolgozik a rádió, itt azért azt nem szabad elfelejteni, profi műsorkészítők vannak, és hát a dolgunk az, hogy addig is szolgáljuk a közönséget, is kiszolgáljuk. Szerintem ebben a szellemben dolgozik tovább mindenki. Nem? Így van, nem lesz sírás. Nem lesz sírás, nem lesz dudálás, nem lesz hergelés, nem lesz forradalom. Átéltünk már ilyet, láttuk már ilyet, végig csináltunk már ilyet, nem? Aztán, hogy mit hoz a folytatás, hát az egy nagyobb, nehezebb kérdés. Azt nem tudjuk nyilván. Ilyen pályázat kiírása, lefuttatása, eldöntése azért nem rövid idő. Tehát én azt gondolom, hogy
Hát lehet, hogy lesz pár hónap, vagy akár fél év, vagy még az is elképzelhető, hogy nyilván nem vagyunk, és nincs morning show, vagy nincs a kedvenc kívánságműsorotok, vagy a délutáni műsor, vagy bárki, akit szeretek. Ugye ez nem csak a morning showról szól, nem is akarjuk kisajátítani. Tehát nyilván az ember saját magáról beszél elsősorban. Tehát, hogy nem hallhatjátok azon műsorvezetőket, akiket szeretetek itt a rádióban, aztán meglátjuk majd, hogy mit hoz a piac. És milyen ajánlatok lesznek, hova tudunk elmenni, milyen feltételekkel, mennyire politikamentesen, de azért korai erről beszélni, mert november még nagyon messze van. Addig viszont azért mi még hát nyilván vidáman próbálunk rádiózni, ami ugyanakkor egy baromi nehéz helyzet, nem? Nem minden napotban nem benne egyszerű. Van ez. Igen, minden napotban ott van, hogy szórakoztas, ne nyavajog, de közben így bejönni, hát azért az nem könnyű, de ezt mi félre tudjuk tenni, szerintem a mai adáson is hallatszott, hogy félre tudjuk tenni. Ezt akartam mondani, hogy kötelességünk is félre tenni. Ránk ez soha nem volt jellemző, nem. Hogy elkezdjük sajnáltatni magunkat, meg elkezdünk sírni, meg nyafogni, sem hergelni, azt sem szeretnénk, ugye már volt egy rádió, ami sajnos megszűnt, ahol szintén dolgoztunk, akkor is az volt ránk a jellemző, hogy önironikusan kicsit a saját nyomorunkon is nevetve kommunikáltunk, és nem akarunk rossz kedvet magunk körül. Mi jó kedvet szeretnénk csinálni, ez a dolgunk, és amíg tehetjük, ezt is fogjuk tenni. Így van, mi elmondtam egy interjúban, hogy mi tényleg olyanok leszünk, mint a Titanic hegedűse, ott állunk, és süllyed a hajó, és mi még az utolsó nap is. De vidám dalok lesznek. Vidám dalok lesznek, tolni fogjuk, talán DJ-ot is végre hazajön Ibizáról, mert már nagyon sok levelet írtunk neki, hogy azért itt történnek dolgok Magyarországon, látogasson már hazat. De hol van Jani? Elment kirabolni a büfét. Szóval nagyon helyesek vagytok, drágák vagytok. Láttuk a Facebook oldalt, ami azért jött létre, hogy akkor ne szűnjön meg a rádió. Nagyon cukik vagytok. Mi nem akarunk tényleg ebből utcára menő forradalmat csinálni. Nem ezen fog múlni, attól nem fognak frekvenciát adni. Ettől nem fognak frekvenciát adni, hergelni szerintem nem feltétlenül jó. Nyilván mindenkinek megvan erről a saját véleménye, nektek is meg lehet pontosan tudjuk, hogy milyen okok vezettek idáig. Ezt kapcsolódom a kárőrvendőket, rögtön fekete listára teszem. Szerintem önmagában az okok nagyon szomorúak. Szóval nem fogunk itt politizálni, meg nem fogunk belemenni, de azért ezek nagyon szomorú okok, hogy bizonyos háborúskodás bizonyos emberek között idáig vezet, és nem az én életemről, meg a ti életetekről beszélek, és a mi sorsunkról, hanem 2-3 millió emberről akár, hogy tulajdonképpen azt érzi az ember, hogy sokszor igazából semmi és senki nem számít. Mi? És senki nem fontos, egy rádió se ezt a rádiót, mondjuk 2-3 millió ember szereti, hallgatja, csak sokszor talán az, hogy kikerül ki győztesen. De gyerekek, hát ez egy ilyen élet. Mondjatok ma valamit, ami biztos ebben az országban. Vagy holnap is biztos, vagy egy hét múlva is biztos. Hát nincs nagyon ilyen. Se a munkád, se az, hogy mi történik. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindenki számítható. Ugyanakkor azért totálisan nonsens, hogy egy olyan világban élünk, amikor egy-két ember megromlott viszony a hatással lehet 2-3 milliónak az életére is. Igen, hát ez leginkább az ország sorsának szempontjából nehéz szerintem is, szomorú. Mi pedig majd leszünk valahol. Tehát, és akkor ezzel el is mondunk mindent, mi nem is fogunk erre nagyon visszatérni, majd nyilván, ha a novemberben ez valóban aktualitássá válik, akkor beszélünk róla, addig azonban tényleg úgy készítjük a műsort, és úgy szeretnénk dolgozni, ahogy tettük azt tavaly vagy tavaly előtt. Nem azért, mert mi ezzel nem törődünk. Sokan látom, hogy a humorizálást is néha félreértik, hogy most ti röhögtök, pedig közben ilyen a helyzet, mi nem beszéltek róla, most mind novemberig nem lesz az ember beszéljen. Nem lesz rajtunk jobb. Múlik. Persze, tehát persze. Az, hogyha most mi minden reggel 4 órán keresztül erről beszélünk, és sajnálatot nem lesz jobb. Meg aki, ezen a helyzeten röhöghet, meg ironizálhat, azok mi vagyunk, mivel hogy a mi állásunkról van szó, meg a kollégáink állásáról. Tehát ezt azért nem szabad elfelejteni. És itt nem kifejezetten a morning showról van szó, nem erről a három emberről, nem a szűkebb stábunkról, hanem egy rakás emberről, aki itt dolgozott. És egy olyan piacon dolgozunk, ahol a legtöbb állás be van töltve. És kevés a lehetőség, és kevés a rádió. Ők hova fognak menni, és mit fognak csinálni? Igen, ez azt írva, hogy tüntessetek a taxisoknak is bejött. Hát, zárjuk le a Erzsébet. Vasárnap elfoglaljuk az Erzsébetet. Új a programpont. Lakkolom a Tarki utcát otthon. Mondd le a vasárnapi programra. Úgyhogy a következő helyen már nem fogunk kicsomagolni. Minden dobozban marad. Nem rakod fel a képeket a falra. Rohadtul unna meg állod ezt a sok személydíjat. Pakolgatom itt jobbra-balra, mindegyiket betegergetni, sejön papírról. Mondjuk az új tulajdonosoknak majd, bárki, aki ajánlatot, azt ne felejtse el, hogy ahova mi megyünk, az a rádió megszűnik. Csak mondom, tehát rádió DJ.
kész. Megjöttünk a Danubiusz egyik. Egy év. Jó, itt azért volt egy hét év. Ennyi. Na. Igen. Jöjjön a negyedik rádió. Ki az, aki bennünket még mer alkalmazni? Viszonylag rossz szómen vagyunk, nem? Hány nervius szűn meg a srácoknál? Eddig három. Három. Ide nekem őket. Jöjjenek. Biztos szerencsét. Ötig meg se állunk. Igen, tényleg ötig ne álljunk meg. Azért az menő, nem? Igen. Tehát az van az életrajzodban, hogy és egyébként megélt öt rádió fejreállását. Szóval azért azt nem baj. Azt se csinálják utána sokan. Hát. Na. Nem? Na jó van, drágák vagytok, szóval erről ennyit novemberig itt mi toljuk, aztán utána meglátjuk, hogy mi lesz, bízunk a legjobbakban, a tulajdonosaink is dolgoznak rajta, és hát tényleg az egész rádió azon dolgozik, hogy novemberig is teljesítse a feladatát. Emberek, szélszesek, promóció, mindenki, nagyon profi. Őszi turnét. Így van, őszi turnéra megyünk, úgyhogy abszolút ki lesztek szolgálva, drága hallgatók. Na, azt mondja, hogy hú, de sok kérdés. Jani, milyen becenében vagy az X-hamsteren, csak hogy láthassam a kedves gyűjteményedet. Ez egy megosztó. Bali, mikor lesz retrolap, gyerekek? Nem tudom. Tehát én csak a menedzser vagyok, én az ügynök vagyok, tárgyalok, e-mailezek vele, nem hajlandó egyelőre hazajönni Ibizáról. Jól sikerült ez ott tartózkodás, most írt, hogy meghosszabbítja, nem akar hazajönni. Öntörvényű zseni, nem tudok mit csinálni. Nem tudok vele mit csinálni. Már mindent kifizettünk, amik volt. Nagyon sokat kérde, össze tudtuk tenni, ki tudtuk fizetni. Nem akar hazajönni Ibizáról, jól érzi ott magát, úgyhogy egyszer hazajön lesz. Mit csináljak? Hát nem tudok vele meg beszélni. Egyébként most az utóbbi két napban kiderült, hogy valójában nem arról volt szó, hogy Rihanna megkérte ott itt, hogy jöhessen, hanem egy picit mögé ment, és kevesebb érjött el gerendoljáiknak, mint amennyire DJ ott jött volna, és ezért ott egy picit megsértődött. Ez mondta nekem, hogy ott elég szabos a Rihannára, hogy aláígért. Apró pénzért. Apró pénzért elment a szigetre, úgyhogy ott most, gyerekek, tényleg öntörvényű zseni, nem tudok vele mit csinálni, duzzok, kikapcsolta magát, és valahol ott van Ibizán. Jó, úgyhogy várjátok, amíg fölveszem be a kapcsolatot, de lesz ott. Remélem, egyszer hazajön. A gerendő jelezte, hogy majd, hogyha esetleg jön, akkor a nevére iratja a lupát. Igen. Szerintetek Hajdú Péterék házasságát nem tudná helyrehozni a fonaljáról? Kérdezi egy hallgató. Jó a kérdés egyébként, jó a kérdés. Szólok Petinek, jobban vagyunk, hogy ha már mindent megpróbáltak, hogy hívja fel a fonaljáról. Igen. Ti voltatok sorállományú katonák, hol és milyen szolgálatban? Jó vagy kellemetlen emlékeitek maradtak erről az időszakról? Csabi kérdezi Sopronból. Hát az én történetem nagyon rövid, mert nem. Én szereztem egy papírt, ami nyilván akkor nem volt igaz, de mindent ráírtunk, és ezzel én megúsztam. Te se? Na, két kripli. Mi háború esetén túlsz. És beviszed a papírt, a legszebb volt nekem ennyi a sorozásos élményem, bemész a sorozó bizottság elé, leadod a papírodat, és akkor megnézték, hát Ferenc az akkor az van, hogy maga nem tudom, D vagy E, tehát ami abszolút alkalmatlan, maga ez. Megkérdez, kíván ez ellen fellebbezni? Isten őriz. Ne haragudjon maga, igen. Normális. Én azt írtam be a papírra, vagy azt írattam be a papírra, hogy fertőző ilyen Gilbert korom van, ami egy ilyen máj elégtelenség. Gilbert kor, az amikor tulajdonképpen Gilbert kor, az amikor egy az epe festék, a Billy Rubin kicsit így megszínezi a szemfehérjédet, sárga a szemed, meg nem tudom. És ezt hogy érted el? A sárga szemszín. Két üveg balacot legfáradt, szintem, amit nagymamám főzött a körzeti orvosnak akkor. És bementem, és az ember ellátta, még a papírt is alig meri megfogni, mert kaptunk egy jelet, hogy ezt nem nagyon szeretik, mert azért a májbetegség, sárgaság nem annyira jó. Úgyhogy láttam rajta, hogy némi undorral olvassa el a papírt, és azonnal mutatta ki jelet. Úgyhogy pillanatok alatt egy brutálisan hamis orvosi papírral sikerült ezt megúszni, és hát volt Jani, aki akkor is Balek volt, ugye? Ja, igen. Se ismerő, se kapcsolat. Hol voltál? Nem, te szeretted. 1941 nagy tarcsa. Hát ez mindent elmond. Úgyhogy én ott voltam őrkatona. Én nagyon örülök, hogy ez kimaradt. Nagyon örülök. Én nagyon szerettem. Hát, de te egy ilyen pali vagy. Csalódás volt alapvetően. Hát én ugye hivatásos katona szerettem volna lenni annak idén, akármennyire is ügyen hangzik meg furán, hogy akkortájban ez még egy ilyen csókos dolognak számított. Tehát amikor oda mentem felvételizni a katonai szakközépiskolában, már ott az őrnagyoknak, meg a századosoknak, meg a rendőröknek, meg a katonáknak a gyermekei, meg ismerősei, meg rokonai már mondták előre, hogy kit fognak felvenni, meg kit nem. Engem nem vettek föl, pedig egész jó eredményeket értem el. Aztán, amikor bekerültem a Magyar Honvédségbe, illetve hát akkor még Magyar Néphadseregbe, és mint sorállományú honvéd, akkor azért láttam, hogy miről szól ez az egész történet, és akkor rájöttem, hogy ez nem az a katonaság, aminek én a tagja szeretnék lenni. Úgyhogy ettől független volt azért olyan időszak a katonaskodásomnak, amit élveztem, de az nem hát az volt. Az öt lövés, gondolom. Ja, a vicc, az, igen, az egy kézigránát dobás. Igen.
6-ot vagy 7-et is lőttem egyébként, mert egyszer elszúrtam egy tározást. Összesen azt mondtam, hogy sok 9-et lőtt. Igen, a kiképző tiszt már ott nagyon ordított. Mert, elég, Jani, mert úgy néz ki, hogy tudod, amikor az őrkatona visszérkezik, akkor fogja, és akkor az automata módosított Destand gépfegyverét beteszi egy ilyen kis kitáraz a szekrénybe. Kiveszi belőle a tárat, csőre rántja, hogy adott esetben maradt még lőszer a csőben, akkor azt kidobja. Na most én azt csináltam, hogy először csőre rántottam, kihúztam a tárat, és elsütöttem a fegyvert, és ugye, amikor csőre húztam, egy lőszer betört. Tehát ilyenek mindig voltak. Ugye valaki játszott fönt az őrtoronyba a fegyverével, és így az őrszobának az irányába eleresztett egy skulót, mert picit tudod, az unalom nagy úr alapon. Nézzük, hogy mi a reakció. Féljetett, ez szenzációs volt. Tehát, hogy az ilyen nagy része bohockodás volt, de volt egy része, ami nagyon jó. Például, amikor belső őrszobán asztalt táncoltattunk, meg palacsintát sütöttünk, meg pornofilmeket néztünk, meg a halál pillanatai című borot. Ezért kellett a másfél év. Ezért. Ezért. Meg, hogy ellopd a üzemanyagot a tankból. Nagyjából erről azt nem. Csináltad? Nem. Csak abból ért mindenki. Uh-huh, nem, csak tejport loptunk. A kutyásoktól. Hogy tud Karvai Sándor minden kívánság műsorra, minden adásban, minden rádió állámosra betelefonálni? Míg nekem mindig foglalt a vonal, kérdezi egy hallgató. Igen, hát vannak, akik nagyon szerencsések. Én is hallom, hogy vannak, akik Csabihoz betelefonálnak, délután már egy másik rádióban mondják el, hogy ti vagytok a kedvenc rádió, este pedig egy harmadikba kérnek számot, és azt mondják, hogy ti vagytok a legkirályabb. Van ez a típusú hallgató. Egyébként nem az, bár ő sok erre betelefonál, ez egy nyereményvadászok, nem? Tehát megpróbálnak mindenhova bejutni, mindenhol kérnek egy számot. Hát Sándor is elég elszánt. A játékot azt értem, mert abból azért, hogyha ügyes vagy, egész jó kis keresett kiegészítést tudsz összerakni. A kívánság műsorban mi motiválja, hogy ő minden nap benne legyen, és minden rádió. Ha egyszer küldesz egy dalt, az egy érdekes dolog, de ennyiszer. Hát próbálkozni kell, visszatérve egyébként a hallgatóhoz. Próbálkozni kell. Kova kérdezi, hogy Jani, abban az időben nem volt magas a korlát? Nem, viszont ilyen dumák voltak akkor is, meg 20 évvel ezelőtt is, meg 30 évvel ezelőtt is, mert mindig vannak, meg voltak olyan emberek, akik sajnos másra nem nagyon tudnak büszkék lenni, úgyhogy abba kapaszkodnak, hogy magasabbak másoknál, ami nem érdem, hanem egy állapot, tudod. De már le van tiltva a számot. De már az SMS-ét sem látom, hiszen örökösen tiltó listáretedben. Őszi turnéról mondjatok valamit, hol lesznek az állomások? Hát ezt még hadd előjük el, ez még alakul. Sok mindentől függ, dolgozunk rajta, lehet, hogy lesznek olyan helyek, ahol helyszínek, ahol még nem voltunk, tervünk van, csomó minden, még egyelőre nincsenek konkrétumok, úgyhogy nem kezdenénk el ellőni az állomásokat, de ahogy szoktuk mondani, föl lesz Instán, Facebookon, időben tudni fogjátok, hogy ki tudjunk jönni. Ez az utolsó nagy turnénk egyébként, úgyhogy abban a szellemiségben is indulunk majd el, hogy mindenkivel tudjunk találkozni, akivel esetleg eddig még nem. Bali, mennyire vagy benne Balogh Béla témában? Voltál már előadásán? Kérdez egy hallgató, imádom, amikor ilyen témákról beszélsz komolyabban. Hát én szeretem a könyveit, én előadáson még nem voltam. Ki az a Balogh Béla? Kezdjük itt, hogy világosíts meg bennünket, csak kicsit. Hát tulajdonképpen egy spirituális gondolkodó, lehet így mondani, és nagyon jó könyvei vannak. A tudatalatti 10 parancsolat az kifejezetten érdekes. Kávé? Na ezért az a baj, hogy gyerekek, hát mellettetek, ugye? A fene vigyel, szóval. Igen. De tényleg, szóval, és nem az, aki nem tudom, földsugárzást mér, meg össze-vissza beszél, tehát egy komoly szaktekintély ebben a témában. És hát nagyon jó előadás, egy nagyon jó könyvei vannak. Szereted vagy nem? Én nagyon szeretem. Na, ha ezt kérdezte, a hallgató következő kérdés. Rohadjál. Jaj, ne figyeltem neki, miről beszél? Semmi, hozom a kávét. Balogunyomról? Nagyon szép. Ez a baj, gyerekek, ez a nehéz. Ez a nehéz, szóval ezért nehéz. Beszélnék én erről többet, de nehéz. De nehéz, úgyhogy... Mikor fog Jani úgy vezetni egy műsort, hogy nem lesz a nyakában a passz? Ez Janira vonatkozik. Igen, ez nálam mindig itt van. Én szeretem az ilyen típusú dolgokat, meg nem szeretem elhagyni. Két ember hordja a nyakában, a vezérigazgató és te. Ez a közös kettőnkben. Meg az, hogy 170 alattiak vagyunk, csak hogy kova örülje. Azt mondja, hogy mindig csak ő hordja, és ki a tököm, az egy Gyula. Igen, Gyulát mi sokszor emlegetjük, jó, csak kérdés, Gyula, mi műszaki igazgató. Így van, ő sokszor, végtelen jó fej arc egyébként, amatőr szobafestő egyébként. Igen. Erről meggyőződhetek akkor, ha bejöttek a rádióba. De annál elszántam viszont. Így van, nagyon lelkes. Rettenetesen. De későn érő típus.
Jó, hát ők is alapos. Kicsit belefestett egy falba, várta fél évet, majd újra. Azért, hogy mennyire fakul a sárga, én rájöttem. Tön nem akart az egészet lefesteni, hanem megvárt egy pici részt, hogy egy hét, két hét, egy hónap eltelik, és mennyire fakul ki. Igen. Elkezdte, és már amikor időjött, akkor restaurátorok dolgoztak rajta, mert olyan régi volt az első festéknyom. Bali, a spiritualitása jut eszembe egy indulós kávé. Köszönöm, Laci, jó? Jó vagy, Laci, ez az. Értem én, hát gyerekek, az a baj, igen, szóval sóval beszántott terület vagytok, az a baj, hogy beszélnék én erről többet, de hát két olyan érdektelen arc néz rám vissza, hogy nem tudok. Nem ilyenkor mi olvasgatunk. Én csak így bedobom, gyerekek, hogy olvassatok Balogh Bélát. És akkor akihez ez eljut, én hiszek benne, hogy az eljut, hát aztán majd szórjuk. Érdemes. Aki szeretne elkezdeni ezzel foglalkozni. A podcastokról nem lesz szó, kérdezi egy hallgató, mert hogy ígértük, hogy erről is beszélünk, hogy hol lehet bennünket visszahallgatni. Na, akkor kezdjük el. Szóval, a podcast. Na, Androidon is van? Segíts nekem, Zsúl. Androidon is van, alapfunkció ott is? Azt nem tudjuk. Jó. Nézzetek rá az iPhone-otokra, drága hallgatók. Várjál, megyek veled. Ott van, megtaláljátok alap... Most az ország 80%-ai kicsit csalódott. Jó, akkor az Androidon pedig töltsétek le azt, hogy podcast, jó? Ez az a forma, ahol bennünket nagyon könnyű visszahallgatni, könnyű minket megtalálni, régi anyagokat is letölteni, és úgy tudtok bennünket hallgatni, hogy ha nincs élő rádió műsor, akkor is letöltitek magatoknak ezeket az anyagokat, délután is, internet nélkül is, ha leszeditek a saját gépetekre, tudjátok hallgatni. A podcastok azok pici kis hanganyagok tulajdonképpen, megtaláltad a fonodon? Egy lila, így van. Ott a podcastba be kell menni a keresésbe, és meg kell keresni bennünket, vagyis a morningshow.hu-t. Ha ezt megtaláljátok, akkor megjelennek azok a kis podcastok, amiket mi feltöltünk, mint hanganyag. Mindegy, hogy melyik podcast? Mert hogy elég sok fajta van. Micsoda? Hát ne, csak mire gondolsz? Milyen? Hát podcastok hallgatására alkalmas app. Lilát egy ilyen antenna van benne. Lila egy antenna, megvan. Azt Androidra leszeditek podcast. És ezeket a podcasteket utána ti meg tudjátok hallgatni úgy, hogy szépen letöltitek saját magatoknak, mentek valahova délután, este, úgymond visszahallgatjátok azokat az anyagokat, amiket mi feltöltünk tulajdonképpen. Ezt nagyon sokan használják már. És akkor nem kell nekem folyamatos internet kapcsolatban lenni? Nem kell folyamatos internet kapcsolatban, leszedheted magadnak, aha, és akkor a gépedről vagy a telefonodról vissza tudod hallgatni. Itt van, beírtam, hogy Mor, már ki is dobt egy morning show. Kérdezz felelek. Feri újra rászokott a cigarettára. Már ilyen, nekem azt dobja ki, hogy mormonok világtalálkozó. Hát az is jó. Az egy másik. És akkor ezáltal csomó régi morning show hanganyagot tudtok úgy hallgatni, ha nincs internetetek, valahol leszeditek, ahol van wifi vagy 3G, a keresésbe beírjátok, és utána csináltok saját podcastokat, és ezeket szépen oda átpakolgatjátok, és hallgattok bennünket. Ez már egy sokkal egyszerűbb formája annak, hogy az ember mondjuk délután visszahallgathasson adást, vagy este, vagy bármikor, amikor szeretné. Jó? Mi ide töltünk föl egyébként mindent. A morningshow.eu-n is fönt van, ott is mindent a napi anyagokat vissza lehet hallgatni, de a podcastok formájában még gyorsabb, még egyszerűbb. Nagyon menő. Morgan Freeman. jó a kereső. Meg vagyunk. Hogy a fenébe kell írni podcast? Macika. Nagyon jó, fenn vagyok. Meg van utazás filérekből, barátok közt, casting, fun, minden ott van. Podcast. Jó, így kell. Csak Balázs visszatért a pihenőjéről. Vendégünk Kozsó. Nagyon jó. Azt is feltettük, vendégünk Kozsó? Igen. Azt törőjük. Azt törőjük. Volt. Akik keresztbe tettek neked. Jó, ezeket hallgassátok. Balázs vissza, van öntöményezés. 1, 2, 3, 4. Ezer. Balázs imádja magát, Balázs újra magát imádja, és most Balázs a Balogh Béláról beszél, de ezt egyelőre nem töltötte le senki. Köszönöm szépen, és mondzene. Na, úgyhogy hallgassatok bennünket ott is, jó? Jani, tudtad, hogy a Mad Max 1 és 4-ben is ugyanaz a színész játssza a főgonoszt? Ezt nem tudtam, most utána lesz, és nagyon szépen köszönöm az infót. Zseniális, fogalmam nem volt róla. Valahogy ez nem jutott el hozzám, ez az info, és tényleg. Jó idejó legendagyártás folyik. Egy barátom azt mondta, hogy azért lettél a kopasz múltkor, Balázs, mert láma lettél. Igen, és a felidegesítés köpök. Úgyhogy csak ez kisad, nagyon jó. Viszont nagyon szeretem az zócsemegét és a kockacukrot. Hozzunk mindenféleképpen. Aki lát, etessen meg. Jó, egy pici zócsemeget. Nem lettem. Van ilyen beavatás, amikor elmész például a Nadis vagy egy bizonyos szint után, kimész Nepálba, meghívnak oda, és akkor az az első beugró, hogy tolasd le a hajadat. Teljesen kopaszra. Igen, és így áll meg 20 kőbányait egy rekeszen. Na, az már érdekelne, de egyébként nem, ez egy ilyen beavatás. Hát mert náluk azért ez hitkérdése, hagyomány. Igen.
Igen, a csajoknak azért ez macerásabb, amikor mondjuk fél centise kell vágatni a hajad. Tehát ha például nadizol és kihívnak Nepálba, akkor ez 3 hétig vagy kint. Kihívnak, megküzdesz velük és visszajössz, világos. Nem, az csak ez egy kungfufi. Előveszel egy nunchakut, elkezded törgetni. Igen. Nem, ott különböző beavatásokat kap az ember, érdekes. Érdekes dolog. De hát nyilván van másik kérdés is, mint ez, mehetünk. Na, oké, köszönjük a kérdéseket, most szerintem azért sok mindenre próbáltunk válaszolni. Köszi a podcastot, srácok, ez nagyon jó, már használom is, írja egy hallgató. A SoundCloud alkalmazást mondjátok már, mert ott vannak a podcastjaim az iTunes-on kívül. Ott vannak a podcastjaitok az iTunes-on kívül. Nem, ő biztos, hogy szivat már minket. A SoundCloud iTunes. Igen, a SoundCloud maga a tárhely. A SoundCloud maga a tárhely, és onnan abból lesznek a kicsi podcastok. Tehát van egy nagy SoundCloud anya, és nyomja ki magából a kicsi podcastokat. Igen. Most 50 pluszban összes hallgatónkat elvesztettük. Pontosan így van, és hogyha helyileg akarjátok keresni, hogy Saint-Tropez mellett van. Igen, SoundCloud nagyon szép. Igen. Na, játszunk egyet. Jó, már itt is egy hallgatónk. Hármasugrás, játszunk. Köszönjük a kérdéseket. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Írja egy hallgató. Húsácok, most néztem meg a Juli Vasalós táncát. Egyre jobban irigylem ezt a Miró gyereket. Ugye, hogy ugye? Nézd, anyám, nézzétek meg, ott van az Instán, nem sokára Jani tánca, és ott lesz. 6000 megtekintés már. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, szia Balázs, szia Feri, szia Jani. Szia, hello, hello, Laci, honnan hívtál minket? Hát Budapestről, és Jani szűkebb hazájában vagyok most Lőrincen. Igaz, hogy nem ott dolgozom, ahol ő lakik, hanem egyel arrébb én területi képviselő vagyok, és ebédet szállítok. Igen. És éppen a 18-ban vagy. Ha ott dolgoznál, ahol én lakok, akkor valószínűleg tudna róla a feleségem, vagy én legyen. És mi a menő, mit viszem? Kérlek szépen, hát sok minden van, és Júli is kérdezte, tejfölös karfionlevest raktam le legutóbb, és csirkét tésztakörettel. Hmm. Jól hangzik, gyerekek. Ez jól hangzik. Milyenek a kérdések, Jani? Könnyű. Na, itt szól az első. Akkor mehetünk? Mehetünk, persze. Kinek a munkáját ismerik-e a Pulitzer díja? Az újságírókért. Így van. Így van. Jó vagy. Azt mondja, hogy menjünk tovább? Na, persze. Így szól a második kérdés. Melyik budapesti pályaudvar tervezése fűződik Gusztáv Eiffel nevéhez? Na jó, hát ez te már tényleg. Nyugati pályaudvar. Jó vagy? Szép kérdés. Sok minden mást is tervezett egyébként Gusztáv Eiffel irodája. Eiffel-torony? Ja, igen. És ki volt az, aki mindig az Eiffel-toronyban ebédelt, mert annyira utálta az Eiffel-toronyt, hogy azt mondta, hogy ez az egyetlen hely, onnan nem látja. Na. Ez a harmadik kérdés. Ne, tényleg? Így van. Igen, annyira gyűlölt. Annyira gyűlölt, hogy elment oda ebédelni. Azt mondta, hogy csak innen nem látszik, és igaza volt. Drága ember. Csak ott ebédelt mindig, azt mondta, hogy innen nem zseni. Látja. Zseni, nem? Jó, gyerekek, bocsánat, az jó. Elnézést, hogy olvasott vagyok. Így van. Akkor a kérdésnek is tudom. Mufaszant, mufaszant. Mufaszant. Mi legyen a harmadik kérdése? Ugorjunk ennek is neki, persze. Istenem, csak add, hogy tényleg ő legyen, és nem mondtam félre. Istenem, add, hogy egyszer igazam legyen. Már én ne. Bazzak volt egy gyökér. Na figyelj, melyik fiatalon elhúgy Grammy díjas énekesnő sláger a Rehab? Hát ezt el kell, hogy passzoljam, nem vagyok ott. Nem már. Tényleg, fiatalon elhúnyt. Akkor az a, hát egyet ismerek, aki fiatalon elhúnyt, ha jól tudom, Alia. Egyébként úgy szerettem azt a számot tőled, de jó, hogy mondod. De nem ismerem a fiatalon elhunyt énekesnőket, tényleg. Amy Winehouse volt, de te is, akit mondasz, így van, igen. Ő is egy nagyon fiatalon elhunyt, de... és zseniális nagy tehetség van. Nem ismerem sajnos a mostani popzenét. Nincs meg nekünk az a szám, Zsű. Mindjárt megnézzük. Hát, akkor bumozzunk egyet, 1000 éve nem volt. Hát, így van. Hát, jó? Legyen úgy. Az első két megfejtésed nagyon szép volt, Laci, ügyes vagy. Köszönöm szépen. Figyelj. De hát ez a popzene, ez nekem fehér volt. Amy Winehouse, egy nagyon híres adala is, amiben erről énekel. És csodálatos énekesnő volt, óriási, szörnyű tragédia. Óriási tehetség volt, igen. Na figyelj, indítjuk az órát. Tiki-taki, mennek az ajándékcsomagok. Érdekes a hangod ilyenkor. Ez egy nagyon szép bum volt. Mit szajoz? Gyönyörű bum. Ami? Hihetetlen, most se világít. Nem jelez. Még mindig. Nem. Ez hihetetlen. Basszus, nem jelez. Én is ezt mondom.
Azt a leborult szivar végét. Szivar végét. Egy pillanatra, mintha elgondolkozott volna. Igen, a szobában. De sajnos ez besült az a bomba. Ez be. 7 meg a 80. Igen. Legközelebb, jó? Legyen úgy. Így van. Szép játék volt, ügyes vagy. Integetek a promóciós szépen. Lányok, hogy már nincs lóvé újra gyártatni. Zsuzsi Peron, ne! 3 darab van novemberig! Be kell osztani. Habjegy! Köszi a játékot. Én is köszönöm, és szép hétvégét nektek. Sziasztok. Nagyon szépen köszönjük. Hello. Szépen köszönjük. Jó, hát szoktunk ilyenkor nyomni. Ja, tudom. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Tudom, hogy fontosak számodra részletek, úgyhogy megnéztem, a Balzac 39 évvel az Eiffel torony átadása előtt meghalt. Jó, most jaj. Ezt úgy szerintem, hogy fingod nincs, miről beszélek, de megpróbálsz megalázni. Jó, értem, de lepattan gyerekek. Jó. Nem. Tényleg csak a mert utána kellett nézni, te se tudtad fejből, rohadék. Érted, erre van az internet. Megtaláltad? Alias számot, try again? Hát az, na most akkor. Akkor az jön most. Tükütyű. Ez van a dalom. Vele fér még időben? Ezt, na, mindjárt nem. Szokták mondani októberre, try a jég. 3-4-10 lesz pontosan, 5 perc múlva jövünk mindjárt. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Na ő volt az. Ő volt, akiről egyébként a hallgatón beszélt, ezen úszott el szegény Lacinak a harmadik kérdés. Ugye ő nem Amy Winehouse mondta, hanem Eliah-t. És ő nagyon fiatal volt, meg jó énekes egyébként, jó dal. Menő nóta, én nem ismertem, ugye igen. Ez az én szegénységi bizonyítvány. Nem. Köszönjük. De egy kicsit. Figyelj. Jó, nagyon fiatal, nagyon régi dal egyébként, de jó kis nóta. Na, mutatjuk, hogy miről volt szó ma reggel. Meghallgattuk az olimpiai himnuszt, amit lerövidítettek. Kíváncsiak voltunk, hogy egész egyszerűen milyen. És szerintem kifejezetten jót tett neki, sőt, hát ugye tulajdonképpen valamikor annó az eredeti is inkább ehhez hasonlított. Aztán bejött Anna is kiborult, hogy elvettek tőlünk fél percet, és próbáltuk megnyugtatni, hogy ne aggódjon, hát minden arról szól, hogy ne legyenek olyan hosszú himnuszok, kicsit rövidítettek rajta, gyorsítottak rajta, meghallgattuk, szerettük, felfedeztünk egyéb finomságokat is a himnuszban, és megpróbáltuk megfejteni, hogy az vajon mi lehet. Egészen messze menő következtetésig jutottunk. Mert rájöttünk, hogy matekból nagyon jó vagyok, és rájöttem egy összeesküvés elméletre, hogy miért tehettek bele harangszót. Vagy hát felfedeztünk egy ilyen kis csilingelés, amit mi harangszónak azonosítottunk. Úgyhogy erről volt szó ma reggel, valamint talált egy bulvárlap egy hirdetést, amiben egy 50-es normál külsejű pasi, ugye, vasalásra keres nagyjából heti rendszerességgel vasalást kedvelő vidám hölgyet, akár zenét is biztosítok a munka mellé, Zuglóban vagyok, 50-es egyedülálló diplomás igényes férfi. És azon kezdtünk gondolkozni, hogy valójában mennyire beteg ez a hirdetés, hogy te kérsz egy nőt, aki semmit nem csinál, csak vasal, te meg nézel. És rájöttünk, hogy tökre nem beteg. Hanem és aztán rájöttünk, hogy annyira nem beteg ez a dolog. És annyira nem bizarr. Ugye Julit megkértük, hogy játssz el nekünk teljesen ártalmatlanul, helyesen aranyosan Juli megcsinálta. Döbbenet egyébként, hogy annyira prűd és álszent világban élünk, hogy fölteszünk egy videót a Facebookra, ahol Juli semmit nem csinál, csak vasal, miközben mi röhögünk és táncol egy farmerban, meg egy fölsőben, és ezt valaki félreérti, vagy rossz indulatú dolgot ír be, vagy elkönyveli a Julit valamilyennek, közben ruhába egy műsorba táncol. Szóval, ez egy rádióműsor. Gyerekek, így van. És hát ezért más az instás közösség egy picit. Mert ezért mondom én. Figyelj, képzeld, hogy egy rossz indulatú komment egyébként nem jött. A Facebook pedig valahogy nem tudom. Hát figyelj csak le is vettük, mert ezt viszont az emberek se türelmes idejét törölgetni, de annyira primitív hozzászólások jöttek, és nincs miért, mert úgy semmiért nem csinálta. Így van, és én azt gondolom, hogy aki ilyet írna, annak keserű és sanyarú az élete. Semmi, vasaló deszkával röhögve táncol. Megpróbáltuk megnézni, hogy valójában ez mi jelent. Rájöttünk, hogy emberünk ott Zuglóban. Mégis csak tudja a tutit. És mi tudjuk fiúval is ugyanezt. Igen, és aztán kipróbáltuk. Ja, igen. Micsoda helyetet a fejkok vannak benne. János videója is mindjárt megy az Instára. Jó, csak mondom, meg kell írni hozzá a szöveget, de mindjárt megy. Na, már krómozzák a rudat nekem. Bizonyám, János is kipróbálta. Erről volt szó ma reggel, vagy ezekről, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 2 perc van pontosan 10 óra, írja az öre, hogy nem tudtam megnézni a Louis videóját a sok bunkó negatív kommentelő miatt, pedig nagyon bírom. Hogy kell regisztrálni Instára? De tényleg van különbség a két oldal között. Hello Csabi, közben jó reggelt. Jó reggelt, szevasztok. Tehát a Facebookon valahogy divat lett mindenkit bántani, megbántani, beszólni, fikázni. Az Insta egyszerűen nem ilyen. Az Instát még nem szállták meg a negatív kötekedő egyének, írja egy hallgató. Tök igaza van, Edinek is mondható az ilyen egyébként. Csabi írta. Az Insta egy rossz indulatú komment nem jött. Az
Instán fönt van Juli Tánca. Jól töltsétek le Klassz FM Morning Show magát az Instagram applikációt, ugye kérdezve, hogy kell. Letöltöd az Instagram applikációt, és megkeresed a Klassz FM Morning Show-t. Felesleges, értelmetlen, szellemtelen bántásban kileli örömét. Tehát, hogy mert ha ironizáltok a poénkotok, és mögé van rakva egy smiley jel, akkor látjuk, hogy miről van szó, persze poénkotok. Sikerül, hogy sikerül, van, amikor jobb poénok vannak, van, amikor kevésbé. De ez, hogy belerúgni a másikba, ez egyébként ránk is igaz. Mi is néha olyan kommenteket kapunk, hogy én nem is értem, hogy ezek az emberek milyen alapon lájkolják egyébként a Facebook oldalunkat, vagy miért mondják azt magukról, hogy ők szeretik a Morning Show-t. Hát megcsináltuk ezt a troll robotot, ugye csütörtökön azt abba hagytuk, hogy ne kapjanak abból erőt, de tényleg szomorú. És közel nem csinált semmit, Júli, hűültünk egyet. Csabikám, jó reggel, szia! Jó reggel, szevasztok! Ezt én sem szoktam érteni, és így ezen én is gondolkodtam, de azt gondoltam, hogy én vagyok a hülye, mert nem értek hozzá, de ezek szerint nem. Akkor... Nem. Jó. Ezért mondom, gyerekek, az Instagram az egy kultúrát közösség. Az egy elit közösség. 127 ezeren vagyunk már, csak mondom. És tényleg 60-70 komment, és senki nem írt rossz indulatot. Csak mondom, hogy megint kirögtetek, megint megmosolyogtatok. 560. Most kaptam Lacitól. A harang szó, ami egyértelmű utalás az idén éppen 560 eszteyenre történt fényes nándorfehérvári diadalra. Én ezt gyorsan begépelte, ahogy mondtad. Igen. Megkértem, hogy írja le egy papír és nyomtassa ki, hogy tűnjön úgy, mintha valójában felfedeztem volna valami érdekességet. Nem, hogy állítok, tényleg azért van benne. Aha. Hát, és hogy jön ide az 560? Tényleg, úgy, hogy 560 éve történt. És azért vontam ki az 1456-ból a 2016-ot, hogy megnézem, hogy milyen évszám jön ki, hát ha jó, jó vagy. És 560 éve történt. Nehéz vitatkozni egy A4-es lappal, amire rá van gépelve egy szöveg. Rohadék. Az Erkelc Ferenc társaság közleményében áll ez a dolog. Erkelc Ferenc is? El. Vártunk rá egy ideig, aztán elkelt. Nem volt egy szép ember, de végül elkelt. Jézusom. Előbb-utóbb mindenki el kell. Így, el kell Ferenc is. Jézus. Így van. Jó lesz elmenni pihenni. Még jó, hogy megész nap forgatom. Aha. Ha ilyen jó. Lesz a műsor, akkor én azt gyanázni fogjuk. Én arra hogy ha el kell Ferenc, akkor biztos jó pénzért kelt el. És szerintem akkor ezt a pénzt költsei Ferenc. Atya úristen. Mi a recept, Feri? Tudjátok-e, hogy ma milyen világnap 500, van? Ja, 560. Sör. Ma van a sör világnapja. Képzeljétek el, hogy van ilyen is. Itt, hogy Puna. Puna? Az nem ma van. Az minden nap van. Én szerintem jó lesz ez a műsor novemberi, gyerekek. Kicsit már ugyan tétél küli, de ezt egyre jobban szeretem. Szóval Puna nap minden nap van, de sör nap az ma van. Ugye minden éve 1. augusztusának, vagy augusztus. De jó, mi a rendszer? Augusztusának 1. pénzeket. Már leszarom, mi a rendszer? Talán ünnepel lesz, úgy látom, hogy ideje. Hallom, te már reggel bontottál egyet. Nem még tegnap, ugyanis a recepthez kell a sör, de képzétek el, hogy dobozzal együtt. Én ilyet még... Dobozzal együtt. Igen, mert nagyon sokáig szemeztem vele, de most kipróbáltam. Ez a sörrel töltött csirke, ahol fogsz egy dobozos sört, annak a felét felhasználod belsőleg, a másik felét benne hagyod, és a fűszerezett csirkét egyébként tök pervers, belehúzod a sörös dobozba a fenekénél fogva. Jézus, a szegény csirke azért, amikor kibult a tojásból, nem gondolta, hogy ez lesz a vége. Belehúznak egy sörös dobozba, és 180-on megsüt meg fél óra alatt. Azért azt elmondod a csirkének, nem biztos, hogy világra akar jönni, nem? Honnan jött ez ötlet egy büfé előtt? Amerikai. Volt az asztala, és csík is volt. Szerintem igen. Figyelj, ahol van mézes sonka megszületett, és a sajtorta, ott ennek is van ugye hagyománya, létjogosultsága. Sörös csirke? És annyira jó íze lesz tőle a sírkénk, nem lesz sörízű, hanem ugye átjárja a sörnek a gőze, és zseniális jó hangzik, dolog. Úgyhogy ezt csinálta meg, és egy mentás kuszkusz van hozzá, csak hogy a körrendben azért szállítottunk ez alap. Hát ez jó, most, igen. Bocsánat, azért, mert annyira sekélyesek vagytok, hogy a sütfondoglit ismeritek. Ugye, hogy mentás kuszkusz van hozzá, tehát ez bár itt volt a nyelven van a kérdés. Odaírtam, hogy a hülye gyerek, aki a sütfondoglit ismerik, attól már a nagyanyád nem csinált sör. Na, csinált mit csinált sült krumplit csinált neki, azt csinált a nagymama, meg krumplipürét, tudom, de pont ezért szép a világ, hogy egy kicsit ki tudod bővíteni, te meg a kivegás vagy, te meg ne dumáljál, mert te ismered a kuszkuszt. Friss mentát hol kapok? Kérlek szépen, bárhol. Nálam. Az összes Tesco-ban van, az összes Osamban van, bemész, ott van, zöld van növényeket lehet kapni. Van marokkói ment, az nálam. Is van a kertben. Marokkói ment. Azt azért ne tedd rá szerintem. Vagy jó? Nagyon finom, a legjobb a marokkói ment. Igen? Nagyon jó. Na jó, te át lehet bőle csinálni. Hozd neked. Egyébként pedig a zöld fűszerek között megtalálod, és egy csomó helyen már árulnak. Te nem is szereted a sört? Most jut eszembe. Hát de főzni, jó? Hol van apa, kérdezte.
Benny, Viki, anyádhoz ment át. Csabikám, mi a zene? Egy hosszú történetre szerettem volna belekezdeni, hogy vajon akkor, amikor a... Vajon, az is jó. Kovács Ákos megírta valami véget ért című dalt, akkor a Menzel Norbert tudta-e, hogy ez miről szól ez a dal? Hogy tudta volna? Inkább azt mondani nekem, hogy... De nem. De ezt azért szerettem volna elmondani, mert mi most ezt le fogjuk játszani, mert lejátszom, mert szeretem, mert DJ Oti is szokta játszani. Bonanza, Banzai, valami véget ért. De hogy nem azért, amit most gondoltok, amiről te is beszéltél. Hogy mondjátok meg nekem, hogy miért hasal forró betonon Kovács Ákos? Mert ez a pervert. Miért hasal valaki forró betonon? Forró betonon, forró hasalok. Betonon. Miért hasalt ő már 86-ban forró betonon? Azért, mert az aszfalt nem jön ki a bőrén. Ki a fele hasal forró betonon? Azért, mert nem tudta feldolgozni azt, távoli hang csak a gyász. Távoli hang csak az gyász, persze, de hogy miért hasalt forró betonon? Mert lassan lüktet benne egy ér. Hát, mi? Úristen, ez az egész olyan, mint egy Csád Géza könyv. Sokkal jobb, rettenetesen pszichodelikus. Mint egy forró biztonsági őröm lakasolt volna. Forró biztonsági őröm, hasallok. Csabikám, meghallgatjuk, szeretjük. Jó, szeretjük, hát tudtam, hogy te szeretnél. Serceg is hallatszik rajta, vagy le tudtátok szedni valamivel. Hallgassad. Ott hagytuk, csak neked. Mindenkinek szép hétvégét, vigyázzatok magatokra. Jani videója nem sokára az Instán. Jó, jó lesz, szeretni fogjátok. Juliét is szeressétek. Nagyon szeretitek, már 10 000-re megnéztétek. Elmondtunk mindent, hétfőn jövünk. Ennyi. Csabikám, jó munkát neked. Köszcsa. Jó, szia, jó hétvégét, puszi, szevasztok. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.